FM-en. Így van, itt vagyunk, 6 óra múlt 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kedve a hideg van, hello Feri. Hello, sziasztok. Gyerekek, hűvösebb az idő. Itt nagyon nagy nyarakat mondtak, és hát csípős a reggel. Nem volt annyira hideg, de azért úgy kell egy kicsit. Mondták erre a hétre. Mondták? Mondták. Ja. Nem, hogy inkább hétvégére, de ettől függetlenül azért ez csípős kis reggelecske van, ahogy mondja a Balázs, de majd délután, ha délután csak olyan idő lesz, mint amilyen tegnap volt, akkor szerintem semmi okunk nem lesz a panasz. Hát igen. Nagyon érdekes dolgokat olvasom. Azt mondtam, hogy nyári kánikula csütörtökön, de a 24 fok, és utána 13 fok szombat-vasárnap. Tehát, hogy valamilyen olyan szélsőséges igazi áprilisi időjárás, amit az ember tényleg nem tud mivel magyarázni, csak hogy baromi szeszélyes az idő, hogy ma holnap hideg front, ezt figyeld, aztán bejön valami meleg levegő csütörtökre, ott ilyen 20 akárhány, majd jön egy brutális hideg front péntek este, hétvégére, amit te is mondasz, hogy elromlik az idő. Ja. Ezért ez a 25 fokos hőmérséklet ingadozás, mit tudom én, egy héten belül háromszor, azért az necces. Bizamány. Egy picit. Ahogy bizamány, Jézus Isten. A barátok ezzel éreztem. Ez még a mikroszkópra is kevés. Frissíteni akart egy picit a karaktert, kis fiatalos dumával, akkor ugye bácsi ezt elkezdte mondani. Atyai Isten, belazították. Azért a BK íróinak is kellene már egy vérfrissítés, nem? El is tették bizamány, tehát azért ki a fene beszél így? Tehát ahogy a fiatalok nem ezt tolják, az egész biztos. Háborog is a nép, mert késő esti műsorsávba került. Na, ja, hogy bejött a főzőműsor. Bejött a főzőműsor. És nem vette ki valamit helyette, hanem akkor tovább csúsztatták az egészet. Azt mondták, hogy mind jó. Hát te ezt tényleg nekem kell megmagyarázni egy neked, aki ott dolgozik. Hogy... Nem láttam még az őszi program struktúrát. Igen, nem néztem. Fördőzzé ismét tarol, és akkor igen. Az van korán, és így egy kicsit mindent hátra csúsztattak, de nagyon-nagyon jó, hogy behoztad ezt a témát, na. Mert itt a hallgatók előtt szeretnélek megkérdezni téged, mint televíziós szakembert, és az anyacsatornádat, hogy az Istenbe. Gondoljátok azt, hogy 4 éves gyerekeket fogtok jelentkeztetni ebbe az új izéműsorba. 4 éves gyerekek a Gáttalembe? Az, vagy 5. Így, én most hallottam. A tehetség az már nagyon fiatalon utattőr. A tehetség utattőr. Utattőr, azt hagyja jöjjön. Így van. Hogy megy ez az Ungarische keresünk tehetséget, és akkor az van a izében, a felhívásban, hogy jelentkezzél 5 éves kortól, vagy 4-től. Nagyon helyes. De miért? Hát meg kellenek a fiatal tehetségek. Kellenek a tehetségek, kell. De most tényleg egy 5 éves gyerek oda be fog menni majd a színpadra, és akkor a műsorvezető majd szervusz. Menj már be! Igen. Menj már be, Jaska, menj már be! Szervusz, Ödönke. Anya. Ki küldött ide? Ha vádhatjuk. Nem, előbb mutatkozz be. Ödönke vagyok. Ha vádhatjuk. Nem, ne kapkodjál még el. Ha vádhatjuk. Jó, persze. Te büdös kölök, mondd már a nevedetben, úgy csekbe rúglak, nem mondod. Szóval anyukának, hogy ne integesse, hogy kezdje már a gyerek, mert még nem kell elkezdeni. Ha vádhatjuk. Légy szíves. Na, figyelj, én láttam egyébként 5-6 éves gyerekeket például ott nálunk a falunapokon, ahol én lakom, néptáncolni. Aha. De úgy, hogy konkrétan nem hiszed el, hogy táncolnak. Most ezek mondjuk csapatban jönnek, és ott van 3-14 éves, 6-16 éves. Nem, vagy pedig tényleg nagyon ügyesek. Nem, szóval durván jön. Ez nem tudom, mikor kezdett el a gyerek táncolni. Fellépett a nem tudom milyen százhalom battai, nem tudom, népszínház, zenekar, nem tudom. Kisgyerek, kalap, kis bunkósból, úgy ropta, figyelj, tehát a könnyem kicsordult, annyira klassz volt. És ha ő így jön, meg jön még másik 10, akkor jöjjön. Akkor jöjjön. Tehát itt én nem hiszem, hogy arról van szó, hogy egyedül egy Józsikát kidobjuk a színpadra, belenyomjuk az arcába a reflektort, aztán szavaj Józsi, szavaj, hogy meglegyen a kocsi, meg a lakás, vagy nem tudom mi. Ahogy volt az utasi árfinális, ugye? Amiben aztán csirkéket tároltak, azt hiszem. A nyeremény autóba tartották az állatokat. De jártak egy darabig vele, de hát azt a lényeg, hogy használták. Nem, nyeremény autóba laktak a kakasok. Azt így képzeljétek el. Ez nem legenda a csillag születik a kapcsolatban. Utasi járműkor megnyerte a kocsit, lementek utána a fókusz, vagy valami, és bent ültek a tyúkok, meg a... Ezt nem használták. Mert nem adtatok benzint hozzá. Ennyi. Ez igaz. Ugye? Hosszú távon nem volt egy benzinkút a ház mellett. Az RTL adott, én leszívtam a garázsba. Tehát tudtam, hogy mikor van az autó átadás, oda ment egy rohadt nagy gumicsővel, és sikerült leszívnom a garázsba. Praktikus. Hány lovasár? Ezt nem tudom, de 20 tyúkos. Szóval, nem, hát az a persze, az nem jó, hogy, de 4-5 évesen egyébként pont nem érzik át, hogy mivel jár ez, ezek a 8-10 éves szépség királynő jellegű dolgok, szerintem az az igazán. Jó, meg itt produktunk kell, azt én nem is. Így van. Én nem hinném, hogy egy 4 éves azért olyan nagyon nagyot tud villantani. Itt felfelék már biztos 3 évesen is álltak egymás fején. Az is igaz, hogy úgy jöttek ki. Igen.
egy év szünettel, hogy mégis összekapaszkodtak. És a kórházba az egyik gyerek kézen állt, és beleakasztotta a nagy a baj, fejébe. Nagy a baj. Ja nem, látom artisták a gyerek. Milyen? Úgyhogy, de ezt nem is tudtam. Na, én is csak belefutottam, most hallottam hogy a promóját, vagy hát, hogy a felhívó promót, hogy jelentkezzé 5 éves kortól, vagy 4, már nem emlékszem. Meg kicsit aggódtál, hogy somáiknál fognak beleférni. Igen, igen, és mondom, megkérdezem, meg hát, hogy tudok egy kis hátszelet csinálni erre a dologra. Kerékpáros mutatványokkal tud a somai indulni. BMX-es kerékpáros mutatványos? Kerékpáros, igen, az menő. Tegnap este is voltunk bringázni, és mondtam, hogy most akkor úgy megyünk, hogy nem a szokásos bringa úton megyünk ki a Városligetbe, meg a Hősök terére, hanem a Lehel téri aluljárónál, és ott van 3 lehajtó. Körözét egy kicsit, addig a fater beugrik. Beugrik valahol. Egy stampóra. Nem, hanem ahogy olyan lejáró van, bringa lejáró. És ez egy gyereknek, egy 5 éves gyereknek szerintem marha izgalmas, hogy azt mondod, na Somikám, én előre megyek, megnézem, hogy van-e elütésre váró gyalogos. Ha nincsen, akkor viszont küld meg lefelé. Tehát akkor nincs fékezés. És látod a gyerek arcára az, hogy nagyon akarja, de marhára be van rezelve a dologtól, mert hát azért mégiscsak mész be az aluljáróba, azt se tud, merre megy onnan a kivezető szakasz, és azt mondja az apát, hogy most nem fékezünk, Somi. Hát figyeljetek, visítottam a röhögéstől. A gyerek arcán félig azt látott, hogy ez nagyon jó, félig meg azt látod, hogy apát teljesen ügye, vagyis én kész vagyok a dologból, de na ezzel a mutatványjal tudnék én nevezni. Na, nem tudom, hogy van-e rá igény. Egyébként szerintem lenne. De belegondoltak, mi volt a virtuózokban? Vagy az ének iskolájában. Tehát ugyanúgy szerepelnek ezek a gyerekek, aha, és az még szerintem nem elrettentő. Aha. Nem? Tehát, hogy fene se tudja. Utána, ha te sztárolod a gyereket, tolod újságba, fotóztatod, megnyeri, viszed médiatúrni, stb. Én. Az gáz. De az ének, vagy mi volt az én kedvenc műsorom? Az M1-en, az előbb mondtam, virtuózok, amit én nagyon kedvelem. Ja. És egészen picik voltak. Ugye? Ötnél egy kicsit nagyobbak. Picik voltak ott is, csak egy kicsit talán más az a fajta, ott ugye komoly zenei pályára készülő gyerekekről van szó. Nem biztos. Hát a gyerek azzal játszik, ami otthon van. Náluk otthon volt egy Stradivari, meg egy Gordonka, meg mit látta azzal játszott. Bum, 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 bum. Igen, elkezdett a gyerek címbalmozni, meg... A gyerekek, velem semmi izgi nem történt, úgyhogy nem tudok sok mindent mesélni. Meséltek, mi volt tegnap. Én sportnapot tartottam a gyerekkel is, meg külön is, meg hát hallott Feri is, sportoltak, de gondolom azért, tehát, mindennapos. Hogy mondjuk azért a szellemét se hanyagold el a gyereknek, tehát hogyha például megálltok a kocsma előtt, és kikötöd a gyereket, aha, hogy amíg te benn vagy, addig azért nem menjen messzire, számzáras lakatot rakjál, mert akkor közben dolgozik az agya is, tudod. Hogy hát megpróbál szabadulni. Az jó, én tegnap mondom, sportoltam, megélveztem a jó időt. Tenisz volt? A gyerekkel is egy kicsit már így ütögetek, igen. Igen, már itt tanítgatom. Ebédia. Van még egyelőre kis ütőben, kis puhább van labdával. Benni, hozz vissza! Van gyerekütő, persze a végén abba torkolt a játék, hogy ki tudja magasabbra fölütni a teniszlabdát. Minden az összes 4 szomszédot beterítettük teniszlabdával, de ők már teljesen sima, egyszerű, ilyen a farc, hogy visszadobálják a teniszlabdákat. Van kis ütő, rövidebb a nyele. Egész, aha, más a nyelem, meg más a labda, tehát van gyereklabda, aha, is. Az asztali tenisz. Igen, kicsi fehér, és a szélben nem tudsz vele játszani. Nem, puhább a labda, és azzal tudsz, azzal tudsz az játszani. Jó. Ezek a családi sportok, ezek nagyon jók szoktak lenni, Virág nagyon szeret focizni, hát illetve a labdát rúgni inkább, és általában úgy megy a játék, hogy akkor kimegyünk a kertbe, és akkor megmutatja, hogy mekkora tud rúgni bele, akkor utána átcsöngetünk a szomszédba, kimegyünk az utcára, keresünk a kert szomszédnál. Tehát általában így szokott lenni. Hát ez nálam még a labdarúgás, az hogy hívják? Az inkább a bikázás. Küld meg azt a labdát, minél messze, úgyhogy kapus lesz. És úgy, akkor te állsz a kapuba, a kis rövid nadrágban, nincs kapu. Nincs rá szükség, egy labdára van szükségünk, meg sok türelemre. Ja, még akkor nálad, akkor rövid a futball. Egy rugás, visszahozás. Egy rugás, visszahozás. És ilyen kis negyedórás szünetekkel. Úgyhogy. Én még csak ilyen kis ütéseket gyakorlok, hogy alulról üsse meg, találja el a labdát, fölülről dobom, fölülről üsse meg, próbálja meg földobni, elkapni, tudod, ami így fejleszti ezeket, aha, a kis agyi idegpályákat, ilyen kis egyszerű gyakorlatok, de jók egyébként. Két kézzel elkapás, egy kézzel elkapás, hova nyúl. Nagyon, nagyon szeretem. És neked megy már? Kevésbé. Fordítva nem, nekem fordítva nem annyira, amikor gyerek dobja, direkt milli mellé nyúlok, tehát az kevésbé megy.
Figyelj, előbb-utóbb utoléritek egymást. Ez úgy szokott lenni, hogy most ő még fejlődik, te meg már jössz vissza a Zenitről. Igen. És akkor ahogy az ő fejlődő íve, meg a te csökkenő tendenciád, előbb-utóbb találkozik egy ponton, és rohadt jól fogtok játszani. Ja, ha más nem, ezért szeretném, hogy szeresse a teniszt, hogy tudjunk egyszer egy jót ütni egymással, az jó lenne. Azt mondjuk, hogy nem fog, annyira nincs odaért. Még mindig nem beli már. Apádat nem bírod lenyomni, te kis pöcs. Igen, az jó, szerintem az egy jó pillanat, amikor a gyerek utolér egy sportban, nem? És aztán egyszer csak már látod, hogy basszus, hát jobb. Jobb lett. Na, mi volt még? Volt valami? Hát figyeljetek, srácok, én készülök, valami. Ugye a közeljövőben egy kis orrsövény korrekcióra fogom adni a fejemet, egy kis műtét következik be majd az életembe, és ennek okán el kellett mennem vérvételre, megjött a vérvételem eredménye, mert hogy van egy ilyen, hogy allergia szűrés is, és hogyha a közeljövőben esetleg arra kérnétek, hogy mit tudom én, egy fűszva erdőben sétálgassunk kézenfogva, és avancsi számokat dúdolgassunk, akkor nem ezt fogok mondani, nem az avancsi miatt, meg nem a kézenfogás miatt, hanem a fűszva pollen miatt. Kiderült, hogy arra nem, de a nyírfára viszont rettenetesen allergiás vagyok. És akkor most mi a teendő? Tehát hát vágjam ki az összes nyírfát. Hogy itt nem fűszfa vagy? Nem fogok, olyan fűszfa, összekevertem a kettőt azért. Tehát, hogy a nyírfaerdőben nem fogunk sétálgatni, tehát, hogy kihagyjuk a tajgátot. Ez az, hogy most virágzik, az jó, mert az most jön. Az, de legalább tudom már, hogy mi az oka. Ja, de mondták, hogy nincs orrsövényfeldülés, csak de allergia. De az van, de hogy az allergia is közrejátszik benne, tehát hogy ha az orrsövényfeldülés nem lenne elég, akkor az allergiás időszakban ugye annyira megduzzad a nyírfa miatt az ornyálka ártyám, hogy aztán végképp nem kapok levegőt. És erre marhára oda kell figyelni. Erre a két dologra. És hát, de nem tudsz nagyon, mert hogy ez mindenhol ott van. Tehát, hogy ez olyan, mint hogy figyelj oda, hogy ne szívjál, mit tudom én, smogos levegőt. Tehát a nyírfa az most virágzik. A nyírfa mindenhol ott van. Tehát azt nagyon elkerülni nem tudod. Vannak bizonyos fák, amik virágoznak, ha nem mész ki a bükkbe, akkor az ott nincs. Vagy akkor nem vagy allergiás, de a nyírfa, az száll be, jön a kis, ez a kis koszmó, vagy köszméte, hogy mi az, hát azt nem tudod elkerülni. Hát, de nézzük, hogy akkor arra nagyon sok emberek allergiásak. Hogy beszéltem volna, hogyha mondjuk Donik hozzáknak születek, nem? És akkor ott a nyírfa hát persze, a ott balajkázunk érte. De egyébként, akkor ha abba sírnád az estéket. De nem, ha abba beleszületsz, akkor viszont nem leszel rá allergiás. Ja, tényleg, mert kutyarapás szőrűvel. Így van, így akkor van. Te a nyárfára lennél. Pollen. Így van, tehát a nyírfára nem, viszont a nyárfára annál inkább. De marha izgalmas egyébként egy ilyen vérvétel, semmi izgalmas nincsen benne, egyébként mondom, sikerül a véredet. Csak az eredményt, amikor elnézegeted, hogy poratkákra például negatív vagyok, kannapenészre, Feri, téged esetleg érintem. Nem, mert mi tisztán tartjuk, tehát nem üljék vagyunk, csak vidékiek, és mindig kimossuk a kannát. Tehát nálunk nem penészedik be, plusz nincs ideje minek bepenészedni, mert megiszunk. Hát megígér. Az a sokáig el üresen, de hát ugye nálatok meg hogy állna üresen. Valami mindig kell bele. Réti komocsin negatív. Réti komocsin be tudnátok azonosítani? Hogyne. Ugye? Hogyne. Figyelsz, réti komocsin, tudod, hogy mennyire allergiás vagy rá. Abszolút sem, fogalmam sincs, hogy micsoda az. Úgyhogy macska, hám, antigénre viszont 2,5. Azért, mert van macskánk. Az jó egyébként, azért jó, mert gyakorlatilag amiatt az eszembe tudom, mindig volt macskánk. Tehát, hogy ugye ilyen házi szárnyasok tollkeveréke. Aha. Semmi. Tehát a párnád nem lehet tollpárna. Nem. Ja, de lehet, nem vagy mert azt csinálok, amit akarok gyakorlatilag. Így van, ezért érzünk magunkat olyan jól mindig, vagy érzem magam olyan jól, amikor ilyen vidéki kitelepülésekre megyünk, és a közelben van például, ugye, egy jó mezőtúr. Mit csinál az, akire kijön ez a szűrés, és azt mondják, hogy hát házi állatokra jön allergiás, és van egy macska, meg egy kutyája, odaadom akkor nem, valahol? Nem. Hát a macska allergia tud olyan lenni, hogy tűzszög folyik, akkor nem tudsz meglenni a közelbe pedig. Lehet egy olyan allergiád, ami azért olyan nagyon nagy elváltozást nem okoz. És hát attól függ, hogy milyen fokú. De mondjuk, mint neked. Akkor nincs macska. Uh-huh. Oké, de egy darabig lett volna. Akkor nem tudna lenni. Ja, nem tehát is. Én bemegyek egy helyre, és ha nem látom a macskát, akkor én egy percemből megmondom, hogy itt van macska. Mert abban a pillanatban kezd viszketni a szemem, folyik az orrom, és azonnal is mondom, hogy van itt macska. Nem fél éve volt, és így. És jön. Tehát, hogy nem tud, ha nagyon allergiás vagy, nem tudsz egy légtérbe lenni egy percig se. Tehát olyan nincs, hogy 10 évig van egy macskád, megkapod a véreredményt, és elkezdesz könnyezni. Akkor most tényleg allergiás, hogy kirakom a macskát. Vagy nem komoly, és nem érzed, vagy komoly, akkor viszont nem lehet macskát. Aha. Tehát én nem bírok macska közelében lenni se, csak nyitott térbe. Tehát fél macska távon nem jöhet be a macska allergia. Nem. Macskádon nem tetsz, csak allergiás. Mondom, én voltam olyan lakáson, ahol már nem volt macska, de mondtam, hogy itt van kell lennie, mert ömlött a könnyem, viszket a szájpadlásom, viszket a szemem, tényleg nagyon durva. De mi van, hogyha van egy csodálatos szobabútorod, amit az anyósodéktól kaptál, és nyírfából készült? Hát, azért nem tudsz, hogy megszabadulni, hogy ne legyen. Vegyél a szádon levegőt, az nem jó?
Mert akkor nem az ornyák a hártyát. Nem rossz ötlet, ki is próbálom. Érted? Hogy biztos azért van, hogy a nyárfa ízé bemegy az orrodba. Benni meg a Viki nagyon szereti a macskákat, tehát én szeretnék így élni a következő 10 év. Mert hogy a Vikinek a nagy bánat, hogy nem lehet macskája, mert hogy szereti, meg a Benni is egyébként imádja a macskákat, de közelemben nem hozhatják, nem bírok meglenni. De ha a szájon átlégzés segít, én feláldozom magam a gyerekért és a feleségemért. Hát brutto 12 évig, amíg a macska meg nem dögül. Égigérő passzív óriás, hogy csak te nem ember szagot érzel, a macska szagot. Macska szagot! Se érzek a... Két szagot érzek meg, az idegen szagot és a macska szagot. Tehát azt azonnal megmondom. Az nagyon kemény egyébként. De gyerekek, a lakosság, a felnőtt magyar lakosság 98% allergiás mindenre. A táplálék miatt, a színezékek miatt. Tehát most megcsinálnád te, Ákos, bárki, én, mindenki, nincs olyan, aki már nem allergiás. Azért ez megdöbbentő, nem? Az komoly. És ha nem jön ki, akkor... Tehát ha így nem érzed, akkor belső allergia. Nincs túlzott immunreakciód, ugye az allergia az, tehát akkor viszont egészen, akkor még nem annyira. Aha. Tehát ha te májusban nem könnyezik, nem vagy, nem kell kalcium, nem vagy rosszul, akkor nem jött ki. Aha, de allergiás vagy belül, csak még nem tudod. Hát, én még nem láttam olyan embert, akinek megcsináltak volna egy vértesztet, ez ilyen 40-50 adat. Mogyoró, mandula, minden. Aztán van a növény, és van a különböző állati táplálékok, étel, növény, stb. Simán kijön 5-10 mindenkinek. Tehát ez a szurkálós? Azt csinálták neked persze, ilyen pöttyös? Hát ez egy teljesen korrekt vérvétel, ez ilyen mindenféle. Nem, az más. Ez vérvétel, amit te mondasz, az bőreakció alapján rácseppelt, és nem, akkor megnézi, az más. Az se rossz, de ez a biztos ez a vérvételből. A vér jóval biztosabb, igen. Az a kellemetlen tényleg, amikor olyan az életmódod, hogy valamire rettenetesen ráállsz, vagy mondjuk valamilyen táplálkozásra, vagy valami hasonló, és akkor hirtelen így előjön. Akkor előre haladtával. Tehát, hogy most még semmi bajod nincsen, Feri, és akkor mondjuk szerda délután 2-kor ki, hogy a füstölt húsokra rettenetes allergiás. Majd figyelek rá, jó? Azért az milyen kellemetlen. Én sokkolom a szervezetemet. Füstölt mangalicára konkrét. Én sokkolom a szervezetemet ezekkel, tehát állandóan érted teher alatt van, és akkor így nincs ideje kijönni az allergiának. Szerda délután? Miért szerda délután? Hát miért? Azért, mert előre haladtával éppenséggel bármikor előjöhet. Na, nagyon fogom, és hát az nagy baj lesz. Csütörtök 11-kor meg előjön a rozéfröccs. Adjál már békén, péntekre a rum. Péntekre a rum és szombat röntgen. A rumot nem iszom. Így van, vasárnap pedig a muff. Muff allergia? Igen, a szőrös kézmenetéről, melegítőről gondoltam. Oké, de tavaszon ilyenkor nem használom, most csak télen abban vezetek. Igen. Érdekes, hogy például a cigire vagy az alkoholra egyébként tényleg senki nem allergia. Mert egészség, már nehogy is az. A dohányra lehet? Dohányra lehet. Én még nem hallottam ilyet, hogy valaki láncdohányos lenne, de mindig folyna a könnye. Vagy viszketne a szájpadlással. Ilyen érdekes, nem? Valószínűleg erősebb a tested által kiváltott elvonási tünet, amit a kemikáliák okoznak a cigarettában. Ha tehát csinálod, akkor nincs elvonási tünet, csak ha nem csinálod. Hát igen, de hogy a valószínűleg a vegyszerek azok jobban működnek. De pia allergia az lehet. Szoktam mondani, hogy sírva végül a magyar, lehet, hogy ez nem sírás, hanem allergiás. Valaminek allergiás, igen. A borra. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Mi volt tegnap? Nem emlékszem. Szerintem jól. Játszott? Ki játszott? Én játszottam? Tegnap Jani mond. Nem. Mi van? Nem, én írja, hogy én játszottam Palival. Ma kedd van. Kedd van, gyerekek. És nyertél. Igen, Pali nagyon aranyos volt, nagyon helyes volt, de viszonylag hamar kimondta a nemet. Úgyhogy ezt a dolgot lehet orvosolni, ha valaki játszana velünk. Jó, akkor írjon. Nyugodtan nekünk SMS-t, 2:02 meghallgatjuk Ákost, aztán jövünk a hírek után. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself. Meg tudom nyomni zsülközt, nem azért nyomtam meg, mert nem tudom megnyomni. 9 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt, le akartam nyelni. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ez így ér véget ez a dal? Hát milyen ez? És vége. Énekelnek itt, nyivákolnak, és ez csak ilyen hirtelen. Hirtelen van vége. Nem volt több ötlet. Tessék? Nem volt több ötlet. Elfogyott. Ennyi. Elfogyott ez ötlet, igen. Lejárt a stúdiódő, srácok. Mondjad, Anna, most mit integet? Mi? Nem találkoztatok, mami. Beköszön. De füles van rajtam, nem tűnt fel, hogy 10 éve egy rádióban dolgozom, hogyha füles van, nem hallok semmit. Tehát ez így, nem, mert beszéltek hozzám, de rajtam füles van.
Tudom. Bocsánat, csak hogyha átadom a telefont, ha nem nyomjátok be a gombot, megszakad. És én ilyenkor kopogok meg minden, és ez olyan rossz, mert adásban tudom, behaladszik a kopogás. Kopog. Itt most nagyobb bajok voltak annál, hogy kopogsz. Itt most minden volt. Nem nyomtuk, nem persze. Jól van, minden volt. Mert azt hittem, hogy a Viki megmutogat rád, mondom, még nem hallom, hogy mit beszélek. Neki mi szóltam, hogy jelezzen nektek szemből, hogy gomb. Ja. Kicsit olyan, mint először dolgozánk együtt, nem? Tehát ez a valami kicsit... Nyolcra összeáll a csapat, tehát nyolcra megvagyunk. Még van egy másik két óránk, hogy tudjuk, hogy kimér integet, kimér kapog. Na, miről beszéltünk? Mi volt? Az előbb, hogy van vége a zenének, és János úgy reagált rá, hogy nyilván elfogyott a stúdióidő. Elfogyott a stúdióidő. Köszönjük, gyerekek, szevasztok, jó lesz, így 3-20 megvan, a rádiók szeretni fogják. Srácok, már itt van a banana ráma. Mellettekkel. Banana ráma? Az is egy jó igen. Na nézzük meg akkor, hogy ki a játékosunk. A hét második játékosa, mert hogy kedv van, már érkezik is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt! Szépet! Kitart a pasi napunk, tehát nem csak pasi játékosok voltak. Attila, hello, jó reggel, ciao, honnan hívtál? Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hello, honnan hívtál minket? Budapestről hívlak titeket. Budapestről, már dolgozol? Igen, már kora reggel óta. Mit csinálsz? Hát takarító vagyok egy minisztériumban. Az jó, és most végzel akkor lassan? Hát lassantól még messze van, de igen, lassacskám. Mennyit kell ilyenkor takarítanod? Már nem időben, hanem mekkora mennyiséget, hány irodát? Ja, én nem irodát. Én a parkolóért vagyok felelős, az utcafrontért, valamint a lépcsőházakért. Meg egyéb parkolóba is szeletelnek? Ajaj. Tényleg? Hogy szégyeljék magukat. Mondjuk nem az itt dolgozók, az inkább a sok részek fiatal. Most mentetted, ami menthető. Bemegyek a minisztérium zárt parkolójába, és ott összeszemetlenik. Nem, ez nem zárt parkoló, az a Deák téren van. Egy ilyen szép, nagy, szabad tér. Uh-huh. Figyelj, és azoknak, akik az irodákat takarítják, azoknak mondjuk így külön kell válogatniuk a szemetet? Tehát, hogy így, itt tudom én, valaki véletlenül összegyűr egy papírt, amit nem kellett volna, és bedobja a papírkosárba, és nemzetbiztonsági szempontból az kockázatot rejt. Van ilyen? Nem, nincs. Mi nem figyelünk ilyenekre, meg általában ezeket ledaráltatják. Irat megsemmisítés folyik. Így látod, van. És az már nem kerül. Nem, a takarítókat daráltatják. Ja. Nem tud dumálni. Kivel szeretnél játszani? Hát én Ferivel szeretnék. Nagyon jó választás, Attila. Na nézzük akkor, hogy megyünk. Jó, azt mondja, hogy 1-0-ra vezetünk. Nem sokáig. Meglátjuk, Jani. 3-2-1-fire! Hajnalban dolgozol mindig? Így van, sajnos. Korán reggel kelek. Hánykor? 3-4-4-kor. 3-4-4. Uh-huh. Egy órával korábban, mint én. Úgy valahogy. Bár nem tudom. Opszi! Jajjajjajjaj, pedig milyen jónak indultál. Nagyon jó. Belefutottam. Igen, pedig nagyon jónak indultál. Te hittad azt, hogy olyan embert válasszunk, aki ne 5 másodpercig bírja, mert a tiéd az 10 volt. Na, látod, nem 5 volt. Na, hát ne haragudj, ezt nem tudtam. Nem tudtam ki. Volt, Feri. Jó volt ez. Hát sajnálom egyébként, mert volt benned potenciál, ahogy szokták volt mondani, úgy nagyon szépen haladtunk, és egy csomó dolgot meg akartam még kérdezni. Hát sajnos én is, kicsit ráparáztam erre az egészre, de hát. Mert jól indultál, azt hittem, jobban bírod majd, Attila, komolyan olyan flottul kerültél ki azonnal egy-két hirtelen felállított csapdát, mondom, egy jó játékos, figyelni kell, igen. Attila, jó munkát neked, köszi a játékot! Köszönöm, sziasztok, nekem is jó munkát. Köszi, nincs ajándékcsomag, hello. Mondd ki nyugodtan, 2-0. Így van, viszont 2-0. Gyerekek, ez a mi évünk lesz, én ezt érzem. Ezt én érzem. 11 nyert hét, 1 bukott, 1 döntetlen. Hátradőlhetünk. És most állunk rosszul. Hátradőlhetünk. És aztán így jön majd ilyen itt a július magasságában. Jaj, kicsit elúszni látszik ez az. Nem baj az. Nálunk az ellenköző is pont ugyanúgy működhet. Azért jó ez a játék. Most jó, kész. Aztán a júniusban majd mentegetőzünk. Meglátjuk, mi lesz, igen. Na jó, van 4 perc, van pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek. Mi újra meghallgatjuk Ákost, és aztán azonnal jövünk a hírek után. Don't wake me up. Don't wake me up.
folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hűvösebb a ma reggel, aztán még jön egy nagy felívelés. Csütörtökön 23-25 fok, az már-már koranyán. És aztán gyerekek, aztán lesz nem ulas. Aztán gyerekek, cudar hétvége lesz. Jégeső, ónos eső, köcitálás, havazás. Á, valahol máshogy. Azért ennyire nem lesz durva. De a 10 fok azért az nem hangzik túl jól. A 10 fok nem hangzik túl jól. 10-14, ezt most én utána olvastam, és nem lesz állítólag eső szombat vasárnap. Na? Nem, hála Istennek, mert ugye Vivi Csitára megyünk, elég sokan innen a rádióból. Azt mondja, hogy összesen cirka 25 ezeren leszünk ott. Azt hittem a rádióból. A mostani hírek alapján. 25 ezeren. 25 ezeren mentek? Bizony. Gyerekek, futóversenyt kell rendezni. Csak mindenkinek 5 roppencs a beugró. Megvagyok. Hát mi annak idén elkezdtük. Nem, aki nem fut, az szervezzen, nem? Aha, így van, és ha valami pályát keresünk, hát nem tudom, így van. Valami jó helyet, 25 ezerszer 500 forint. És lehet forintban, euróban, illetve roppencsben is fizetni. Roppencsben, igen. Azt tudod, hogy elkapták a kenyaiaknak a menedzser irodáját, már nem a magyart egyébként. Hanem a Kenyai Atlétikai Szövetség 6 óra függesztette fel 2 menedzser iroda tevékenységét. Na már megint nyomozás miért? Folyik ellenük, na most megnézem, hogy nincs ebben esetleg a magyar. Megint gepárdokat használtak edzőtársnak? Nem nyilatkoznak, hogy melyik, de hogy doppingolnak a kenyaiak. Vagy beteg a tolmács. Vagy beteg a tolmács, igen. Szóval, hogy felfüggesztették, de ez nyilván nem a magyar irodára vonatkozik. Nem. Ez nem Magyarország. Ez olyan iroda, várja, mert hogy a Kenyai Atlétikai Szövetség lépett. Tehát kenyai sportolókat. Igen, kenyai futók menedzser irodája. De várjál, egy lakókocsi ezek a ott, aha. Város határán. Ja, értem, így már világos. Az iroda. De mert a Kenyai Szövetség függesztette fel 2 külföldi menedzserirodának a menedzseriroda tevékenységét. Aha. Igen. Tehát, akik kenyai futókat is kiközvetítettek különböző versenyekre. Csak úgy, mint a magyar tím. Hogy hívják őket? Na most nyilván nem róluk van szó. Nem róluk van szó. Csak hogy beszéltünk a Benedekről, igen, ugye? Itt iszonyatosan komoly futókról van szó, tudomásom szerint, mert például az egyik ilyen menedzser irodával kapcsolatban áll az a futó is, Csip-Csirip Nelson, de fogalmam sincs, hogy hívják, aki például a Boston Maratont is megnyerte. Tehát itt azért nagyon-nagyon komoly futókról van szó. Egy kenyai minek dopingol? Ezt akartam is kérdezni. Úgy futnak, mint a nőről. Olyan, mintha beülnék egy CL500-as Mercivel, kiülnék 4 darab zasztavát versenyezni a Hungaroringre, de a CL500-as még kicsit azért így meghekkelné, nem? Srácok, két nitros palackot toljunk már. Nitros palackot, chip tuningot tennék rá, és még egy külső-belső optikai tuningot így felraknék. Kívülről, hogy jól nézzen ki, belülről meg, hogy jobban menjen, és ott nem tudom hány newtonméterből csinálnék, nem tudom, 1000 valamennyi newtonméter. Minek dopingol egy kenyai? Nem értem. Nem eléggé frusztráltak így is az európai futók? Még akkor még jönnek, aztán még dopingolnak? Hát a másik kenyaival szembe emberek, hát két kenyai, ha indul egy ilyen versenyen, érted? Akkor már, tehát az európaiakat már régen, vagy nem érdekli a kenyaiakat, hogy az európai futók hogy futnak, hiszen úgy is tudják, hogy nem jó, hozzájuk képest nem jól. Harmadiktól lefele minden, a milyen kapcsolás három. Igen, de a másik kenyai, vagy a másik két kenyai, na azzal szemben dopingolsz. Ja, értem. Itt lehet dopingolni futóversenyeken nálatok, amikor elmentek? Kiné nézi azt valaki? Csak Csabi szokott, én nem. Roli. Én tiszta vagyok, Roli a sörrel tuningol. De, hát figyeljetek, én most megadom őszinte, hogy most a Vivi Csitán fogom futni kb. 8-an. Így sajnos Juli nem merő megbetegedett, de ő amúgy is másik távon indulna. Hát, fia, ha Csabi megelőz, én kérni fogok egy vizsgálatot. Én megszuratom. De elvileg lehet egyébként? Tehát, hogyha akarok, akkor én dopingolhatok? Szerintem egy Boston Maratonon biztos, hogy az első 3 helyezetet már megnézik. Aha. Tehát, hogy ott olyan komoly de az amatőröket nem. Azokat nem. Jó, nem. De ha én mondjuk én is indulok, és én is megelőzlek, akkor mit kell szedjek ahhoz? Vagy ez egy ilyen szúrós? Most nem, mi akkor fussál hát, tovább fel, mert ha utolérlek. Csúnyán meg. Jó, nem tudom, ritkán dopingolok, nem tudom, hogy ennek. Hát gondolom, ezt szúrhatod, megeheted, megihatod porformájában. Hát nem tudom, hogy ezek milyen dopingot jelentenek. Szemcsepp. Kismokusok. Kenyér. Az idősebbek már, mit tudom én, süteményre is kenhetik. Nem tudom, hogy ez hogy van. Hát lehet, hogy megszúrod magad, nem? És akkor szépen bebetolod. Vagy ez annyira komoly, mint például a túron. Igen, ezt akartam mondani, hogy ott hogy annyira komoly dolgok vannak, mert hogy vércsere. Hát azért azt nem csinálod meg otthon. Vércsere, és meg van, amikor a saját véredet kapod egyébként vissza. Mert elmész mondjuk egy magaslati edzőt,
táborozásra, akkor ott csúcsra járatod magad, az oxigén, illetve a vérnek az oxigén szállító képessége hihetetlen mértékben megnő, azt a vért veszik tőled, és akkor a verseny napján, vagy mit tudom én, egy-két nappal előtte megkapod, visszakapod. Tehát fölmegyek a 8-ra a panelba, ott még kicsit futok, leveszik a véremet. Érted, azért ez nem ugyanaz a kettő. Tehát, hát ez már annyi... az Armstrong, ugye, ez a vérdoping, amikor ugye teljes vér átömlesztéseket kapott, ugye? Tehát így epózott, azt hiszem, az is, igen, az is egy nagy kérdés, hogy mikre képesek az emberek egy ilyen győzelemért, mert ez biztos nem egyszerű. Hát, de ott mondjuk azért volt is benne cash bőven. Hát értem én, csak nem tudom, mi lesz belőled majd 50 évesen. Hát valaki azt mondja, hogy neki ez már nem számít. Sőt, meg, hogy mindegy. Ja, hogy az mindegy. Érzel. Megnyerte 20 évesen, 30 évesen, aztán így van. És utána pedig már nem is érdekli, hogy mi lesz a pályafutása után. Mert egyébként annyira kielezett a verseny, nem is érne talán oda. Aha. Nem lenne egy, nem lenne, nem hogy egy olimpiai bajnoki aranya nem lenne, hanem nem lenne, mit tudom én, egy EB-érme se. Vannak ilyen sportágok. De gyerekek, ez már nem az a világ, mint régen, már egy kenyai is dopingol. Nem? De tényleg, tehát hogy ez... Érted. Régen elmentem szörnyű. A felszabra, bementem, ott volt egy a sarkon, most is van egyébként egy ilyen kis csemegáruházat, megvettem a sportrobit, aztán hazavittem, megpróbáltam, igen, megpróbáltam lenyelni, de a fele mindig feltapadt a szájpadlásomra, és akkor kanála kellett lekaparni, na akkor az volt maximum. Sportrobi. Én mind a mai napig ismerek olyan futókat, olyan tipikusan ez a retro kategóriába tartozó, iszonyatosan jó futókat, akik ezt a zsíros kenyér lilahagymával szalonnával, tudod, és te átviszek olimposzos palackba, tudod, és fut, mint a golyó. Iszonyatosan jók. Tehát nem kell, nem feltétlenül kell. És melyik a varázszer, a lilahagyma vagy a tea? A tea, a házi tea. Ezt viszi futóversenyre, mert ukahagymát, meg kenyeret, meg kulacsban, tehát tényleg? De ezt tudod, hogy valahogy kibírnám azért az egy órát lilahagyma nélkül, vagy zsíros kenyér nélkül. Azért az menő 2014-ben, 5-ben, amikor azt látod, hogy mondjuk egy frissi pontnál elővesz egy fér utcára, az kolbászt, azt elkezdi rácsálni. Hát fasírozott a zsemjé, gyorsan előkap a kis fügyőtáskából, egy kis jégaksi mellett, tudod, egy fél literes kakaóval, egy fasírozott a zsemjével, egy kis paprikát harap hozzá. Ústános kenyér kakaóval, király vagy. De a lilahagyma az azért is, hogy a többiek ellen. Az leszakítja. Leszakítja az üldözőket. Kicsit rá. Hajrá! Ja, gyerekek, tegnap volt időm internetezni egy kicsit este, és találtam egy nagyon jó oldalt, hogy milyen oldalakra megyek már föl. Ott is szúrják magukat egyébként. Ott is szúrják magukat, csak ott más formában szúrják magukat. Az egy szörnyű oldal volt, ahogy ott mindenki szúrt, mindenki, gyerekek. Borzalmas. Borzalmas volt. De találtam egy tesztet, és ezt rajtad megcsinálhatnánk, Feri. Mehet. Azt mondja, hogy kitaláljuk a korodat a filmizlésed alapján. Nincs filmizlésem. Tippeljük meg, na, hogy Feri 100-150 vagy 200 jó. Évesre teszi ez a teszt. Arról van szó, hogy filmes kérdésekre kell válaszolnod, és ez alapján a teszt megmondja, hogy te hány éves vagy. Én ezt tegnap kitöltöttem, nagyon szórakoztam. Van még egyébként, hogy milyen típusú szellem leszel majd, milyen komoly oldalak vannak, nem? Milyen fajta cica vagy, ha gondolod, ezt is kitölthetjük, vagy melyik csillagjegy ábrázolja az életedet, a milyen típusú szellem vagy, ajánlom figyelmedbe, mert az nagyon szórakoztató egyébként. Na de ennyit a szellemekről. Nézzük meg, hogy a gép valójában kitalálja-e mondjuk a te korodat, jó. Azt megcsináljuk rád is, nagyon jó? Mert jó. Azért, nagyon hogy otthon jó. Vagy filmekben, Feri, te teljesen ugye, hát antitalentum vagy. Várjál, tehát, mondom ne. A Ferit, léci, írjátok fel, Vakáció halott utcában, Le a cipővel és az öreg bánya titka. Ez, hogy vajon az hány éves jó le? Volt, te az öreg bánya, jó, ide jó. Na, jöhet az első kérdés? Így szól az első kérdés. Igen? Fényváltásod, hangváltás. Melyik a legszebb szerelmes pár? De ad lehetőséget? Hát nem mondhatsz egyet, dehogy is, nem. Azért az nagyon elvont filmes teszt lenne, hogy neked kéne egy filmes szerep, bár van sok, de nem kell. Pita és Katniss az éhezők viadalából. Ki? Pita? A Pita az még megvan. Körülton a Pita, a azt tudom. Anyád pitája van. Meg ki a másik, Katrin? Pita és Katniss az éhezők viadalából, engedd el ezzel. Éhezők viadala azért Pita, mert akkor esznek. Jó. Pitát esznek. Jó, ez neked nincs. Aha, Scarlett. Ebédidő kórhelyben éhezők viadala. Scarlett és Rett az elfújta a szélből. Ők ismerősek. Elég kattintani. Baby és Johnny a Dirty Dancingből, vagy Mr. Big és Carrie a Sex és New Yorkból. Hát nyilván azt se tudod nagyon. Elfújta a szél. Az nagyon jó film volt. Az alábbi figurák melyik volt... melyike volt gyermekkorod hőse? Nagyon jó. Maja a méhecske. Maja a méhecske, még ma is a hősöm. Igen. Harry Potter egyszerűen a legnagyobb. A legnagyobb hősöm volt és marad is James Bond. Mindig is a vadnyugati hősök nyűgöztek le, valaki más.
Maja a méhecske. Maja a méhecske. Maja a méhecskét bejelölheted. Bár akkor már kicsit idősebb voltam, de szerettem. Mi melyik film betétdala a legjobb? Igen. Itt szól a következő kérdés. A ponyveregényt egyszerűen királynak tartom, nyilván fogalmat nincs. Fát semmi. Mi az? Ja, és volt benne zene? Aha. Volt benne zene. Gríz, ez teljesen egyértelmű. Ó, jó, kis búzeder. Az alkonyat mindig újra és újra elvarázsol. Alkonyat. Nem is hallottál ne róla. Akkor már úszhatod a lóbert. Fantázia, imádom a klasszikus zenét. Aha. Jázd le a halál dalát, jobb úgy sincs. Egy másik film. Aha. Jázd le a halál dalát, ez amikor a búza szólózik nálatok. Nem engedjük, viccet. Gríz. 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 Hát, de szép volt te, Istenem. Azt szereted a Gríz. Oh. Válasz egy film idézetet. Igen. Egy olyan ajánlatot teszek neki, melyet nem utasíthat vissza. Hát ezt egy mondta, egy színész mondta egy filmben. Ez a keresztapa egyébként. Louise, azt hiszem, ez egy csodálatos barátság kezdete. Louise. Thelma és Louise. Louise Armstrong. This is a beginning. Úgy így szólt a mondat. Beginning. A beautiful friendship, tudod? Egy sziget, azt tudom. Casablanca, nagyon jó. Houston, van egy kis problémánk. Aha. Ez egy nagy klasszikus. Houston. Az egy város, nem egy klasszikus. Nincs meg, Houston. Houston. We have a problem, ugye így szólt a... Houston, ugye? Nincs aha, meg. De város, az nem probléma a Houston. De érdek, ezt tegnap hallottad, a két vendég ment oda hozzád, és azt mondta, hogy Houston, hogy van egy kis probléma. De előtt már megütöttem őket. A világura vagyok, ez a Titanicban volt. Aha. Az élet olyan, mint egy doboz bombon. Az ember sose tudja, mit veszik belőle. Ezt tudom melyik. Mi ez? Ezt tudom, Tüskevár. Ez a Forrest Gump. Igen. Tehát keresztapa, Casablanca, Apollo, Titanic vagy Forrest Gump. Hát figyelj, én ebből egyiket se láttam, az baj. Nem. De válasz egyet. Hát vagy nem tudtad, hogy azt nézed, mert lekésed az elejét. A Casablanca, valami repülőgép volt valami jelenet. Nem volt a Humphrey Bogart. Melyik a legjobb Disney film? Várjál, választottam? Választottam a Casablanca. Melyik a legjobb Disney film? Hófehérke és a hét törpe, mert ez volt az első az Disney eredeti filmem. Igen. Oh. Jégvarázs, mert női szereplőinek erős elemeik vannak. A Dzsungelkönyve, mert aranyos a története. Aha. Az Oroszlán király, mert akárhányszor nézem, sírnom kell, vagy a Szépség és a szörnyetek, mert ez annyira romantikus. Ezek a modern vackok már, ez a Szépség és a szörnyetek. Igen. Az első, a Hamupipőke. Hófehérke. Oh, azt akartam mondani. Valami csaj van benne. Ki játszott a James Bondot a legjobban? Hát ezt nem fog tudni. De ezt tudni fogom. Sean Connery? Igen, ő. Pierce Brosnan? Timothy Dalton? Há? Roger Moore? Há? Vagy Daniel Craig? Há? Sean Connery? Sean. Hm. Sean a legnagyobb. Ő szépen játszott még a mély izomzatával. Egyetemes Sean a legnagyobb. Utolsó kérdés. Melyik filmmel játszanál szívesen? A nagy zabálás? Rocco kalandjai. Ez is, mi így, a kettő együtt. Pierre Woodman casting 23. Nem, az a Rocco eszik. Rocco visszatér. Rocco visszatér, Rocco elvarázsol. Tedd oda, hova nem való. Rocco elmegy. Aztán visszatér. Igen. Na, mik vannak? A nagy casting, Pierre Woodman nem. Egy romantikus vígjátékban mindig megdobban a szívem, ha ilyet nézek. Megám. Egy fantázia filmben, mert szeretem a kalandot. Aha. Egy detektív filmben, mert én lennék a legjobb detektív. Egy akciófilmben, vagy egy másikban. Romantikus film. Egy romantikus film. Mélyen belül romantikás vagyok. Filmízlésed szerint te 37 éves vagy. Mi van? Ez a hogy jött ki? A Casablancára, a Sean Connery-re, hát az, összes, az elfújta a szél szerelmes párjára. Gríz? Ki ne hagyd a Grízt? A Grízre. Én azt hittem, kiírja, hogy 210. Neked már elvileg halottnak kéne lenned a korod alapján. Én azt hittem, hogy mi ez egy 37? Mert érzi a program a fiatalos lendületet, tudod? Ennyi. Filmválasztásod nagyon változatos volt. Nyitott vagy, és nem válogatsz a filmfajták közül. Ez mondjuk igaz? Így van, és nem is nézed meg őket. Állandóan érdekelnek az új dolgok, sok mindent megnézel, de gyűjteményedbe csak a legjobbakat veszed be. Na, eltaláltuk? Nem. Magyarul nem veszel filmet. De hogy? Ezt mondjuk én sem értem. Tehát effektíve a legidősebb verziót mondtad mindenhol. Tehát akinek Sean Connery tetszett, te tényleg nem a mai generáció. Sean Connery a legjobb volt. Így van. Á, jó volt, igen, a Sean Connery, igen. De hát most a mai generációnak már nem mond semmit. Tehát a Craig David-et. Craig David, a Daniel Craig. Vagy Max a Pierce Brosnan. Max a Pierce Brosnan, igen. De hát a Sean Connery, hát azért az nagyon...
Azt hiszem, hogy nem, nincs ott egy nulla mögöttem, vagy nem, 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 370, nem, várj, nézem, minden nézem, onnan nem, nem, 37, nincs egy csúszkasáv alul. Eltolod, és akkor nő, aztán 37, úgy is érzem magam, úgy is nézek ki, 37, tök jön. Meg elfújta a szél, ilyeneket x-eltük, hogy jött ki a 37, hát ezt nem is értem. Szerintem legyen inkább, hogy milyen szellem lesz, az a melyen vagyunk, az lehet, hogy jobban működik. Az milyen? A milyen szellem lesz? Igen, vagy a milyen színű cica? Milyen típusú szellem milyen? Leszel majd? Ah. Hülyeségek, nem? Hol kísértenél a legszívesebben is? az első kérdés. Egy temetőben, egy kastélyban, vagy egy kényelmes otthonban, és ezáltal megmondják majd, hogy te milyen típusú nagyon szellem jó leszel. Hogy embereknek egyébként erre van ideje, mondom én aki. Már bárhol. Tegnap kitöltöttem. Ha igen, akartam mondani, hogy te hoztad be őket. De én ezt megcsináltam, és idősebb lettem a filmek alapján, pedig egyébként a legjobbakat választottam. Hányan? A ponyveregényt, az éhezők viadalát választottam, talán pont a ki volt, a Pierce Brosnant választottam, én sose szerettem a James Bondot, de idősebbre jöttem ki, mint te ezzel az elfújta hát a szél. Hát ebből látszik, hogy vintor, Charlie hogy Chaplin, vagyok. Meg nem tudom, miket írtál itt, beérted, és kidobta a 37-et. Meghekkelte. Meghekkelted ezt a programot. 37, de szép. Hát, hogy valamit szó. Elnyomtam. Igen. A macskásnál ott mit kérdez? Hova feküdnél szívesen, ha macska lennél? Az ablakpárkányra, a napsütésre, vagy mi? Mit gondolsz a hétfői napról például? Tehát, hogy mennyire, hol aludnál a legszívesebben, ha macska lennél, aha, meg milyen állatot szeretsz még, a macskát leszámítva, és akkor ott a végén megmondja, hogy mit gondolsz a kutyákról. A kemences útban, a babám ölén, én a kutya helyén. Európai rövidszőrű cica vagy, és akkor ez jön ki a végén. Európai rövidszőrű cica vagy, senkit nem becsülnek le annyiszor, mint téged. Milyen jó teszt egyébként. És fölhöz ragad a személyiséget, tehát ad egy ilyen személyiség leírást tulajdonképpen magadról, hogy te mi vagy. Nagy a baj, ha már valaki a macskás teszteket tölt ki. De azt nem, is hogy megcsináltad, ugye? Mert hát onnan tudom, hogy igen, európai rövidszőrű cica vagyok. Azért ezeket így tudnom kell, igen. Nagyon sokan írják viszont, hogy miért csodálkozunk, hogy Sean Connery a kedvencem, hiszen abban önmagában benne van a sonka szó. Egyébként milyen szellem. Ez lehet. Hát most értem. Az összekötő kapocs. Daniel Craig legyen, hát persze, hogy Sean Connery. Sean Connery. Abban benne van a sonka, igen. Jó, mi volt az utolsó, amit moziban láttál, tessék? Ott nem, van? Hát mondtam neked, az a 70... A Hert láttam, a Hert az többször is, és azt hiszem, hogy talán a Csillagok háborúja első részre anyám el akart vinni, de aztán én kijöttem, mert nem értettem. Mondtad, hogy ez neked túl... szerintem nem lehet repülni az űrben, tehát hogy akkor én ezt mondtam, úgyhogy én azt elengedtem. Inkább beültetek az aranyember. Az sokkal jobb volt, de a Hert azt többször is megnéztem moziban, de gyönyörű volt. A tesztet még úgy lehetett volna befejezni, ezt jönni azt, hogy az utolsó kérdés, mikor születtél, és de egészen pontosan. Igen. 1970-ben írom. Ez alapján te most 45 éves vagy. Na mindegy, gyerekek, de már csak ilyen röpke 3-4 órát szántam erre tegnap egyébként, hogy itt megnézem, hogy milyen típusú macska vagyok, és hány éves vagyok a filmek Feri alapján. Szerencsés ember, és vagyok őszintén, aki minden hétvégén falja a filmeket, és állandóan vadászik a jobbnál jobb mozikra, annak már egyre nehezebb találni olyasmit, amit nem nézett még meg. Most Ferinek... Nekem minden új, Ferinek érted? Nincs az ha nem csinál semmit, csak az elkövetkező 10 évben válogatás nélkül nézni a filmeket, akkor is minden hétre jutna egy jobbnál jobb film. Mert ez a bajotok ezzel a letöltéssel, hogy jön, ott vannak a legújabbakat, megnézitek, hogy már magas az inger küszöbben. Kiszenvedés, már órát kikeresgélni. Neked már csúcs kategóriás filmet kell csinálni, hogy örülj neki. Nekem. Én most ülök neki a Trónok harcának. Na, igen. Tessék. Én azt se tudom, mi az. Hát milyen boldog az én életem. Te már itt a Trónok harcokkal, hogy izé töltsük le, meg hol van a Bruzsia feliratával. Feri, még a Mézga családot. Nekem beadsz egy Mézgát, és meg vagy. A hidegráz. Tényleg? A hidegráz a Kalambótól. Hát ott ugye az a zseniális, hogy tudod, hogy kikövette el, és akkor, hogy ő hogy vezet rá. Azt nagyon szeretem. Soha egyetlen egy részt nem tudtam végignézni, mert mindig ellenállhatatlan vágy ébred bennem, hogy megöljem azt a csávót. De tényleg, tehát, hogy kevés dolog irritál annyira, mint ez az idegesítő emberre. Úgy raknám ki a lakásomból, ha jelennék egy közös, még soha senki nem verte meg. Figyelj, öreg, tudod már a bringát, ne okoskodjál itt az arcoddal, jó, segbe rúgni és kikirak. Nem, hogy ezt soha nem csinálták. Még egy kérdés, fú, de irritál. Hát számomra egyetlen nagyon irritál az ember. A Kalambóban, hogy melyik az üvegszeme. Ezzel gondolkodtunk évekig. És megvan. Hogy a kettő között, vagy a Peter Falk, melyik lehetett az üvegszeme? Olvastuk valahol. De látszik rajta.
Tehát ha megnézed a sorozatot, egyébként én is mindig vizsgálom, hogy látom, hogy melyik az üvegszeme, de látod rajta. Miért a középiskolában volt? Nem, igen, megtörik rajta a fény, persze. Igen. Nem, kevésbé mozog a szeme. Mm. Tehát, hogy ezt te sorozatban látod azt. Az a baj, hogy nekem volt egy középiskolában egy matek tanárnőm, akinek pontosan így néztek ki a szemei, és egyik se volt üveg. Megnyomkodtam, tudom. Mind a kettő kerámia volt. Nem, és ő pont ugyanígy nézett, ugyanilyen mereven, meg sem mozgott, és nem pislogott. És nő volt. Igen, nem, de nagyon szexi. Szerettük ezt. Balonka bátyával. Volt. Igen. És én soha nem tudtam kitalálni. Soha nem tudtam kitalálni, hogy melyik az. De állítólag ő annyira jó fej volt, hogy volt egy interjú közben, ki is vette és megtörölte. Már a matek tanárod? Nem, ő nem tudta kivenni. Visszatenni nem tudta. Mindent értek, hogy miért vagy ilyen, amikor olyan volt a matek tanárod, hogy kivette az üvegszemét és megtörölte. Á, most már legyen ennyi hülyét kiveszem a szemét. Nem, Peter Falk. Én a Peter Falkra ezt egy igazoltatásnál olvastam. Hogy igazoltatta a rendőr, és nem akart elhinni, hogy ön Peter Falk Kalambó. És akkor azt mondta, hogy tudja, hogy Kalambónak vagy hogy Peter Falk. Igen, tudom. Fogta és kivette. És megmutatta a rendőrnek. Én ezt az Arnold Schwarzeneggerrel kapcsolatban. Maga az Arnold? Nem. De igen. Ah, ezt figyelje. És körbevágta az alkarját egy snitzerrel, és lehúzta a kezét. Belül. Igen. Beleugrott a forró acélban. Na mindegy, hát jó kis érdekes kis teszt volt ez egyébként. A világon semmi értem. Nem szoktatok ilyet kitölteni, ha egyszer megnyitok egy ilyen oldalt, felkeveretek egy ilyen oldalra? Nem, mert ha másnap beszélek róla, akkor azt mondod, hogy de sok időtök van. De ugye, hogy az embernél, ha ellenállhatatlan vágyat érez, hogy kitöltsön ilyen baromságokat? Fiasz, ugye, ilyen egészségtesztek. Jó azért ez néha. Azok szoktak engem berántani. Ez a meddig fogsz élni az életmódod alapján típusú. Na, ilyeneket mindig kitöltök. És? Hát is hazudok benne, úgyhogy elég jó. De hazudsz az ilyen tesztben, vagy úgy töltött ki, hogy az jó legyen, mert valódi képet akarsz kapni. Párkapcsolatos teszt, szexes teszt, hogy mennyi, milyen a házas életed, szexel, szereget, nem tudom. Hazudsz, hogy jó legyen az jellemzés, vagy őszintén kitöltött, csak nem mutatod meg senkinek. Szeretitek-e még egymást a pároddal, törzskiről? Igen, szexteszt, tudod. Hány szex van? 15? Nem, miért nincs az a válasz, hogy 23? Minden elég a nyolc. Tehát, hogy ilyenkor az ember nem jó. Felelős a házastársi válságért a kapcsolatukban, ön vagy a feleség. Miért veszi be az ember? Szóval ilyenkor nem szabad hazudni, nem? Tehát ezt így kell kitölteni, hogy ez működjön. Úgy az a jó, hogy utána jó képet. Én soha nem láttam még olyan tesztet, amit tényleg föltett volna egymás után három normális kérdés. De azért ezeket így néha jó kitölteni. Jól van, Oven bácsival, Veronénivel játszunk, egy kicsit változtattunk a szabályokon, most már Oven bácsiék nem csak énekelnek valamit, hanem sorozatokat is néznek. Ha valaki úgy érzi, hogy sorozat zenéjében ő nagyon jó, és az ének kitalálás kevésbé ment, viszont ismeri az elmúlt 30 év összes sorozatának főcímdalát, zenéjét, akkor ők is jelentkezhetnek Oven bácsira, Verunénire, mert hogy Verunén és Oven bácsi már tévét is néz. Azt hittem, azt hiszem én kiestem, ugye? De ebben a pillanatban véreztél el ebben a játékban, igen. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, és kitalálni, hogy mit csinál Oven bácsi Berunéni egy nagyon szép kis Morning Show-s ajándékcsomagért, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Trafi van a 4-es úton Püspökladánynál, Fehér Kisbuzgalom érnek ezt. István küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Richeli ő is természetesen ír, de hát ő mindig ír, ha Depesmódról van szó, akkor azonnal befut az SMS-e. Nála ez egy mentett SMS valószínűleg a telefonjában. Igen. Ajajajajajaj. Annyi közlekedés volt, és aztán az összeset elvesztettem, de megtalálom. Itt vannak, figyeljetek, hallgatjátok, elkapjátok? Nagyon, tolhatod. 11-es úton Szentendén rendőrségnél van egy trafi, Robi küldte, aztán Gödöllő a hív, átjáró után az Aszót felé haladókat Zsé üzente nekünk, fertőszéplap végén a Sopron felé tartókat szintén mérik, ezt Zsóka küldte nekünk, valamint van egy trafi a szombathelyi elkerülőn a Family Centernél. A szombathelyi elkerülőt mondtad? A szombathelyi elkerülőt is mondtam, így van. Aztán azért van itt sem egy egyszerű eset, a világ legnézettebb sorozataitól, híres színészeitől kiver a hideglelés.
atom nehéz zseniális filmeket nézel és ajánlasz, és közben idióta teszteken tököz órákat. Nézes meg magad. Írja nekünk egy hallgató. Köszönjük. Köszönjük szépen az észrevételt. Valóban érdekes ez a dolog. És egyre nehezebben bírom saját magamat. Mi van a... De hát egy összetett személyiség vagy. Tele vagy titokkal. Nem. Még magad számára. Hát a Marianárok olyan. Mindig felfedezek valamit saját magamban, igen. Mi van a szólj anyádnak hozzon pénzt éneklő autókkal vasárnap? Ezeket is eltüntették, gyerekek? Lehet. Nálam nem jött egy se vasárnap. Eltették őket láb alól, vagy ők mehetnek? Hát egy utcával feljebb sokat rendeltek, bocsánat. Kifosztották a vadia ékrében. Igen. Nem, tényleg, nálunk minden vasárnap ott voltak. Pedig van. Most jöhetnek? Is. Igen, én találkoztam vele vasárnap. Mert tettem egy könnyen műgéretet a gyereknek, hogy majd vasárnap, mert valamikor ezt meghalott ezt a dallamot, és mondtam, hogy nem baj, ma vasárnap, ha erre jön, akkor eszünk valamit. Akkor lesz kaja. Akkor lesz mirelit, krumplit, majszolgas. Lesz borsó, fasírozott, meg vaníliás ékre. Ha megint fagyott túros derejék. És nem jött vasárnap. És azon gondolkozom, hogy eltüntették ezeket vasárnap a mozgásokat, vagy ezek jöhetnek? Ők jöhetnek. Tehát ők mehetnek, és velük nincs baj. Jó. Szerintem nem. Nincsen meg, hát őket nehéz elkapni, mert folyamatos mozgásban vannak olyanok, mint a kalóz rádió. Az viszont nyomra vezet. Ja, hát igen. A dallam. A dallam azért szól, igen. Igen. Ha, tök jó hangulata van egyébként vásárolni egy ilyen autóról. Tényleg? Nem. Mi? De egyébként. Én szerettem. Hogy megáll az először megjelentek, mellett. Nekem ez nagyon bejött. Még akkor is vettem tőlük, vagy vásároltam náluk, amikor marhára nem volt rá szükség. Hát szegény anyám meg aztán hogy hívják, ezért vett egy plusz hűtőt, mert hogy ugye a társadalmi kapcsolatok... Hát, ha jövő héten nem jön. Hát, így tudod? Van. Mi van, ha jövő héten nem jön? És akkor ezért volt ott van. Kis gesztenyepürédet, vagy mit csináltam? Azt meg fagyit, meg ezeket a mirelit krumplikat, meg ilyesmi. Jó, minden, nem csak vasárnap nem láttam, és megijedtem, hogy esetleg nem jöhetnek, vagy nem mehetnek. Náluk ez egy ilyen szeánc, hogy a gyerek nézi, kiszalad, én kiszaladok utána, és akkor elszaladok a kocsi mellett. Lövöldözünk, elbukfencezünk a kocsi mellett, átgurulunk a kocsi alatt. Nem, csak úgy, ezt így kereste rajtam kicsit számon kívülre, hogy hol van, és azt hittem, hogy ez sem gyerek már. Heti egyszer jött? Nem, jön ő többször, csak vasárnap most nem volt nálunk, és azt mondom, azt hittem, hogy megcsinálták őket is. Köszi, Bali, hogy aggódsz, picit megfáztam, de vasárnap szerintem már jobban vasárnap leszek. Már megyek, túl igen. Sokat nyaltam jégkrémet. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk. Óven bácsival is Berunénivel játszunk, akik már nem csak zenét hallgatnak, hanem sorozatokat is néznek, tehát az elmúlt évtizedek legnagyobb sorozatainak főcímdalait is ki lehet már találni. Óven bácsi Berunéni éppen ezt nézi, úgyhogy itt van már is a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Tündi, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia. Milyen kis fiatalos a hangod. Hát nem vagyok öreg. Hány éves vagy? 22. Hát akkor tényleg az nem. Jó. Hát tényleg nem. Az fincsi. Ja, már úgy értem, hogy az rendben van. Na, a tatter, figyeld, a papa! Kicsit megnyomdál, szárazd! Nagyon fincsi, a papa! A fincsi! Na jó, legyen három gombot! Az fincsi, a papa! Na, milyen foglalkozott, Tündi? Hát én pénzügyi számítelen foglalkozok a Honvéd cégnél. Fiatal lány és egy ilyen komoly hivatás, azt a mindenségét. Te húzod le a következő Gripent? Nem. A tankolásokat? Nem. Még egy Gripen nem váltunk. Figyelj, mondd meg nekem, biztos, hogy nem fogod tudni, de azért megkérdezem, hogy történik még valami a Petőfi laktanyában? Én minden nap elmegyek ott, látok két nagyon szomorú ört mozdulatlanul állni, szerintem nekik három éve nem szólt senki, hogy gyerekek, ezt már ne őrizzétek. Menjetek nyugodtan, itt már nincs senki. Nagyon sokan vagyunk. De ott rengetegen vannak. De ott a Petőfi laktanyában, a Budaörsi úton kifelé? Igen. Igen. Hát egy lélek nem mozdul. Soha nem látok senkit. Mert álcázva vannak. Ja, ők a platánok az udvaron, értem. Hát mert mindenki benn dolgozik az irodában szépen. Te is ott vagy akkor a Budaörsi úton kint? Igen, itt vagyok. Na, hogy ráéreztem én. De akkor, hogy ott vannak emberek, az épület komplexum az működik. Persze, több mint 2000-en vagyunk, ha jól tudom. Úgyhogy... Hogy a fenébe van, hogy te most tényleg figyeljétek meg, bármikor megy arra az ember, nappal, este, délután, hogy ott egy büdös lélek nem dohányzik kint. Nem, nincs kint, nem sétál, nem napozik, soha nincs ott mert senki. A katona egészségesen él, nem cigizik. Meg ápol zöldövezet, és mindenki terep tarkában van, nem lát senki.
vagy egy alagúton keresztül járnak ki be, érted, hogy ne lehessen tudni, hogy hányan vannak oda be. De ezért nem vetted észre tűnni, hogy soha nem álltok ott kint, és soha nincs ott senki? Hát mert mi itt bent vagyunk, nekünk van itt bent udvarunk. Ja, hogy van egy belső udvar, amire kintről igen. Mi nem ráttunk rá. Igen, aha, igen. Az alakuló. Hát de bocs, az alakuló teret pont látom, ahogy megyek az Erzsébet híd felé, ugye a felső azt úton. Azt egy kis része. Az... Ja, hogy akkor van egy másik udvar, vagy egy befelé vezető. Tehát itt még van egy nagy belső tér, itt ahol az épületek vannak. Ja, jó, nem mindig, amikor megyek arra, azon gondolkozom, hogy mi a fene ez az épület, itt már nincs senki, csak két szomorú őr áll mozdulattanul. Szegények, ne a pislognak egyet, igen. Jól van, és akkor te pénzügyön dolgozol, pénzügyekkel foglalkozol. De egyenruhás vagy? Nem, az alkalmazott vagyok. Jó akkor... fejek a katona bácsik? Mindenki nagyon jó fej, mindenki nagyon aranyos velem. Az jó. Igen. Az jó. Jaj, fő van, de Gyula, egy olyan kétételmű dolgokat mond nekem. Mindig. Nem kétételmű, az kislányom. Igen. De hát nagyon komoly per lehetne belőle, nem menjen a dolgára. Szoktak így bokolgatni, vagy így kedvesek lenni, hozzátűnni? Hát kedvesek, igen. Kedvesek, de bokolni nem bokolnak. Mm-hmm. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berú néni, figyelj! Jó. Fogytál van az effektárunk. Hármas ugrást játszanak, és közben sorozatot ezt is néznek. Na, sorozatokban mennyire vagy otthon? Hát attól függ. Szoktam nézni egy párat, de hát most így nem tudom. Mi a kedvenc, vagy mit néznél? Jó. Elit alakula. Angyalbőrben. Hát igazából én sok hülyeséget nézek, tehát inkább nem említek egyet. Sok hülyeséget nézel? Igen, nem de kell, ez kell be az. Így vallom. Tehát. Nem baj az. Na figyelj, mutatunk egy rövid részletet, próbáld kitalálni, hogy ez melyik sorozatnak lehetett a főcím zenéje. Hallgass meg! Jó. Atya úristen! Jézus Mária! Ó, ismerős, jaj. Milyen szerencsés vagy. Lehetne még egyszer? Hogyne, mutatjuk. Nem az új Ákos? A Csont, Dr. Csont. Dr. Csont. Dr. Csont. Van ilyen. Dr. Csont. Dr. Csont. Várjunk, csontok, várjunk. Beszélgetnek csontok. Aha. És doktori diplomával. Lábszár Csont. Nem. A House. Az! Te jó vagy! Hogy találtad ezt ki? Az a House. Mert úgy bergettem a fejembe. Az a Dr. House, így van. Megmutatjuk. Hallgass meg, ismerős. Hát így van. Igen. Dr. House, így van. Az. Egy részt nem láttam belőle soha az életemben, ebből sem. Nagyon régen jó vagy. Néztem. Szeretted régen? Igen, régen néztem, de az új részek már nem tetszettek. Azok már nem voltak jók. Tündi, megvan az ajándékcsomag, azt a Dr. Csontot elnézzük neked, jó? Köszi, de arra is csak vagytok. Meg se hallottuk, és akkor küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Jó, nagyon köszönöm szépen. Nincs mit. Jaj, szívesen te. Bácsi, kérem, hagyja abba, ezt büntetik. Öreg, tolja arrébb a biciklit. Egy rolettit kért a három gombon. Látod, milyen bácsi is ez a Jani. Tündi, köszi a játékot, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Egy rolettit a három gombon. Na, egy érdekes dologról beszélgetünk majd a hírek után, talán láttátok néhányan, drága Morning Show hallgatók, azt a videót és azt a fotósorozatot, ami arról tanúskodott, hogy ugye hajnalban egy belvárosi emelet hatodik lakásába egy helikopterrel beemeltek egy jacuzzit. Tök korrekt szerintem. Én már most elmondom, az, hogy vele vagyok. Az jó kedvet csinál egyébként. Az a többiek meg mi? Még szombat hajnalban. Hajnalban megérkezett az új szomszéd, és azt mondta, hogy welcome everybody, ne haragudjatok, lesz itt egy kis hangzavar, és jött a helikopter az új jacuzzival. Szörnyen arcpirító, de nagyon-nagyon szemtelen egyben, viszont nagyon szimpatikus. Tehát így kell egy új helyre megérkezni egyszerűen, jacuzzit hozva jön a helikoptered, amivel beemelted a nem tudom, 6 milliós amerikai 8 személyes jacuzzidat. Hát költözkedtek, ilyen hétfőtől melóval, szombaton volt rá idejük. Hát most... Igen, mama hozta alulról a lépcsőn a világjárók sorozatot, papa intézte a jacuzzit helikopterrel fölülről. És arról beszélgetünk majd, hogy nyilván mindenkinek költözött már szomszéd úgy az ő lakásának környékére, környezetébe esetleg mellé, hogy beköszönt valamivel. Ugye megérkezett az új szomszéd, három napig nyomta a hifit, megérkezett az új szomszéd, rájöttél, hogy egy őrült, mert klumpával járkált fölötted hosszú heteken keresztül. Tehát nem feltétlen arra leszünk majd kíváncsiak, hogy mit csinál a ti szomszédotok, hanem amikor új szomszéd költözött a lakóövezetbe, a közvetlen környezetetekbe,
mit csinált, hogy mutatta meg, hogy ő itt van, megérkezett és létezik. Hát. Ez a welcome szomszéd itt vagyok. Az, ugye? Hát, ahogy ő helikopterre hozatta a jacuzziát. A melletted, fölötted, alattad lévő lakás, ha el kell, akkor az onnantól kezdve egy para egészen addig, amíg meg nem jelennek a költöztetők. És rossz esetben utána is. Igen. És rossz esetben utána is látod az új szomszédot. Igen. Tehát melyik volt az a pillanat, amikor görcsbe rándult a gyomrotok, hogy elköltözik a szomszéd, és mi történt, amikor először megláttátok az új barátotokat? Mert a szomszéd sokszor ugye akarva akaratlanul, hát majdnem. Barát kell, hogy legyen, mert ha ellenség, akkor vége. Vége az ott lakásnak. Úgyhogy erről beszélgetünk. Majd nem egészen tudjuk pontosan, hát ha valaki abból a házból is jelentkezik, ahol a jacuzzit rakták be, hogy ki, melyik lakás, mit vitt ő még helikopterrel. Igen, hát ha tulajdonos a tetőről instruálta a helikopteret. Kicsit jobbra, kicsit balra, kicsit lejjebb. És hogy mondd meg nekem egyébként, miért szombat hajnalban. Tehát, akkor ért a helikopter. Aha, az igazán szimpatikus szomszéd, hogy rohadjál meg, hogy jacuzzit raksz a tetőre, de hogy ezt még hajnali 6 órakor végzed. Nem? Ez akkor, hogy ez közönség is kell, érted, adjuk meg a módját. Igen, szenzációs egyébként. Úgyhogy újonnan érkező idegesítő szomszédokról beszélgetünk, majd Ákos hírei után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Nyolc óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. James Blunt 1026-szor. Ez volt itt a Morning Show-ban. SMS szám 0-7645 0-0-0-0. A rekordok rádiója. A rekordok. Sok-sok ez a zene, igen. Van a friss közlekedési híreink, méghozzá drága hallgatóinktól, akik elküldték nekünk ezeket, és én mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. Számítottunk rá. Ha gépem is úgy gondolja. Számítottál erre? Én igen. Ez egy váratlan fordulat, de mégis kiszámítható. Úgy igen, ugye? Úgy biztam benne. A friss közlekedési hírek. Trafi van a 4-es utópüspökladánynál, ráadásul egy fehér kis buszból István küldte nekünk, Csibrik felüljárót bontják, de most a lámpát is kikapcsolták a Kökinél, plusz a Kozma utcán új köztemető, egy feltúrásra rásegítettek, egy lámpával nagy a sor. Kozma utca, Jászberényi út áll, ez is SMS-be jött, 11-es úton Szentendrénél a rendőrségnél van egy trafi, és Gödöllő mérik a hév átjára után az Aszót felé haladókat, ez pedig Zsé küldte nekünk. Gyerekek, én nem tudom, most egy picit hőbörgök, ha nem baj, de tudom, sosem magam miatt, de az sem is ott lakom. Csak sokat járok arra, hogy ki tervezi ezeket a városbontást, felújítást, egyeztete több közlekedési mérnök ilyenkor, egyik kerület kikéri a másik kerület tanácsát, de hogy lehet ellehetetleníteni kerületeket ilyen szisztematikusan, ennyire egyszerre, ilyen dilettáns módon, azért azt az ember sokszor nem érti. Lásd például Margit híd és Moszkva tér. A kettő között elfelejtettek szólni az embereknek, hogy ott van egy kerület. Ott vannak lakók, akik mondjuk jönnek a második kerület, Keleti Károly utca, Bimbó út, Rózsadomb, hasonló környékről, próbálnak leereszkedni. Két vajta utad van, vagy lejössz a Szénatér felé, a Moszkva tér felé, ami ugye effektíve halál, vagy elindulsz a másik oldal lefelé, a Margit híd felé, Ami szintén úgy halt meg, hogy a Margit hídnál nem lehet lemenni az alsó rakpartra, egy sávra szűkítök a forgalmat rá a főutcára, szembejövő forgalom van, tehát brutális halál. Na most a kettő közé beszorult 30-40-50 ezer ember, 60 ezer, akik naponta szeretnének arra hazamenni, naponta szeretnének onnan lekeveredni valahogy. Na most az, hogyha vannak felújítások a városban, az jó, mert attól szebbek leszünk, szépülünk, ezzel nincs baj. De hogy amikor ezt így egyszerre találják ki, hogy csináljuk meg az Budapest és Buda egyik legfontosabb csomópontját, a Szénateret, vagy a Szénatér, Moszkva tér, Mamut hasonló,
és bombázzuk szét a Margit hidat, azért nekik ott miért nem szólnak, hogy a kettő között van azért egy 60-80 ezer, 100 ezer ember, nem tudom hány 100 ezer ember. Inkább egyszer legyen nagyon nehéz, mint sokszor nehéz. De ne a nagyon nehéz és az ellehetetlenülés és az effektíve kvázi lehetetlen a bejutás. És ha te 9-re mész valahova, akkor 7 órakor kell elindulnod, azért az több mint most egy kicsit türelmet kérünk, nem? Hát szerintem ez nonsense. Érted, de a Krisztina körülúton mész a Moszkva felé, és már úgy voltak vele, hogy akkor lezárják ott a Margit hídnál, hogy ne ereszték rá a Moszkva térre a forgalmat. Tehát ez az egy csük csapdába a budaiakat. Ugye? Ennyi. Nehogy már kiussanak, és bevigyék a gyereket iskolába, eljussanak az orvoshoz a munkahelyükre. Tehát ez szerintem ez szörnyű. Figyelj, hagyd védjem meg egy picit őket, a BKK-nak a honlapján már hónapokkal korábban fenn voltak az időpontjai a Szél Kálmán térre felújításnak, tehát volt ideje mindenkinek meghirdetni és eladni a lakást. Igen. Szóval, hogy ilyenkor nem jelzi valaki, gyerek, álljunk meg egy pillanatra, a kettőt ne egyszerre, vagy ezt egy kicsit előbb, azt egy kicsit később, vagy ne így, vagy ne egyszerre, vagy legalább a Margit híd alatt engedjük le azokat a nyomorult félbolondokat le az alsó rakpartra, mert akkor ott már valami történhet egy kicsit, és a tiszta honpolgár úgy érzi, hogy azért legalább van esély a túlélésre. Hogy egyfelé ki tudsz menekülni. És még ugye a harmadik kerület is jön, ugye vissza rá a Komjádi úszodánál a Margit híd felé. Nem na megy. Hát a rohadt szemetek, azt mi megnyertük valamelyiknak. Aztán ti ott ne akarjatok ám eljutni. Hát azt is felbontották ott végig a villamos sínes utcát, nem tudom melyik az, de ugyanúgy nem tudsz bemenni oda se. Tehát, hogy teljesen lehetetlen. De azért, mert tényleg igaza van a Janinak, egyszerre megcsinálják, szép lesz, jó lesz, és nagy fellélegzés, amikor kész van, nem? És nem pedig folyamatosan egész évben. Igen. Szóval egyszerűen bosszantó, és megkeseríti a mindennapjaidat. És nem tudom, mi a megoldás. Egyébként nyilván most már ezt valahogy túl kell élni. A Szél Kálmán térni mindenki tudta, hogy ez egy nagy meló lesz, és egy nagy káosz lesz. Csak közben lenne egy másik út. A főút leterel, lejön budai alsó rakpartra, lemegy a Margit hídnál, rámegy a főútra, ami nem egy sávos kérdés. Tehát, hogy lenne alternatíva, nincs. Uh-huh. Tehát onnan most nem tudsz kijutni. Katlanban vagy. Nem lehet, hogy kinőttük a várost. Tehát, hogy amikor ezt tervezték Budapestet, akkor viszonylag szűken mérték az utcákat, és akkor lenne egy ilyen nagyon jó javaslat, hogy minden utca szélén az első házsort le kell bontani, hogy hogy nagyobbak, szélesebb legyen az út, akkor jobban elférjük. Az ott, hogy körútat fel akarták tölteni vízzel például. Annak idején. És a csatornát akartak a körútnak a helyére. Még néhány helyen ott van az a kis kallantyúk, ahova ki te kiköthetted volna a hajódat. Az oktogonnál, hogyha elmész a házasság közvetítő teremhez, igen, ott tudom, akkor ott a falon látod azokat a karikákat, illetve egy biztos, hogy van, oda mész hozzá, és akkor gondolj bele, hogy az például az már oda az életfölötére. Azt hittem, az a lónak van. A kis csónak oda, hogy oda ki tudsz lóháton kérni. Lóháton viszed a babádat, akkor kösd oda. Hogy a Dunát így kössék össze, és akkor mi lettünk volna Kelet-Közép-Európa Velence. Velence, igen, ez volt a terv, aztán ezt valahogy leszavazták. Na minden, nem, csak muszáj csinálni, szerintem hőbörögni, meg ezt szóvá tenni, az ember nem is ott lakik, azért sokat járok arra, meg hát nyilván azok kért is kell szólnunk, akik tényleg fél hétkor indulnak el, hogy 8-ra beérjenek valahol. De szerintem ez most nonsens, ami ott történik Budán. Na, ugye lehetetlen szomszédok beköszönése, erről beszélgetünk már a hírek előtt egy picit, témánk pedig nem lesz más, mint hogy milyen az, amikor új szomszéd érkezik hozzád és beköszön. Ugye a téma indítót egy helyes kis videó adta, miszerint ugye megérkezett egy új szomszéd, valószínűleg nyilván, vagy éppen vásárolt valamit, de lehet, hogy ők inkább oda költöztek, egy budai lakásról van szó, megvették, felújították, majd azt mondták, hogy szombat reggel akkor welcome party tartanak, és megérkezett helikopterrel a jacuzzi. Hát most hagyták volna a régi lakásban. Hát most ez ugye, ez szerintem szemtelen, valahol tetszik a dolog egyébként, hát ha már jacuzzit van, így kell felvinni azt a helikopterrel. Most mit, érted, forgolódni a lépcsőházban a rohadtnak jacuzzi? Nem tudsz, tehát van, ahol effektíve lehetetlen bevinni, nem fér át a bejárati ajtó, nem tudod a lépcső. Azt nem tudod más, hogy ha akarsz egy jacuzzit a tetőre. Építetek volna oda egy darut? Vagy egy darúval, vagy egy jacuzzival kell megérkezned, ők, vagy egy helikopterrel, ők ugye ezt választották, hogy miért szombat reggel, azt nem tudom, de szemtelen. Picit. Akkor volt szabad a helikopter. Tetszik is a dolog, meg szemtelen is. Akkor volt szabad a helikopter? Akkor volt szabad, gondolom, hétfőtől péntekig mindenfele járkált az országban, szombaton tudták szabaddá tenni a járművet, és ezért. De szerintem azért sok trozsőr fellélegzett, hogy nem neki kellett felvinni. Az milyen, amikor hallott, hogy mondjuk ott laksz ebben a budai lakásban, és hallott, hogy a helikopter már 10 percek körül, nem tudod, hogy mi történik, kinézel, és azt látod, hogy Józsiék teszik be a jacuzzit. Hogy a magyar ember nincs erre felkészülve, nem? Tehát kisebb dolgokért is nagyon anyázol. Hát ha a szomszédod reggel vesz egy új fűnyírót, meg akarod, hogy halljon, mert kicsit ilyen a magyar ember. Meg szombat reggel 6 óra, tehát az a tényleg érthetetlen, amit mondasz, hogy valószínűleg akkor ért rá a gép. Na de hát nincs egy berepülési engedély. Képzeld neki, és megkérdezi a szomszéd azt, hogy telik-e drága, nem tudja, hogy mi az a
jacuzzi, a jacuzzi, az új lakó jacuzzi. Mennyire szerethetnek a lépcsőházban utána téged, mikor így elvész egy lakógyűlésre, vagy így beköszönsz, elnézést, én meg az új szoftver, bocsánat. Vagy kiírta? 6 órakor helikopterrel érkezik a jacuzzim. Elnézést. Tisztelt lakók. Reggel 6 órakor helikopter zajra ébredhetnek, mert bedemeltetem az új jacuzzimat. Az okozott kellemetlenségekért előre is elnézést kérek, tóték. A bejárattól jobbra napellenzőket, hidegvidítőt és ropogtatni valót fogunk árulni. Nem szeretem ezt a történetet. Egyébként ma már egy jacuzzi nem annyira elérhetetlen, nem számít annyira arcpirítónak. De otthon összerakható, ilyen svéd változat nincsen belőle? Van, csak az olcsóbb és folyik belőle a víz, de van. És akkor kirakta azt is, hogy az alánt lévő listára írják be magukat, mindenkinek 5 perc jacuzzizást biztosítok, miután üzemel a szerkezet. Hidromasszázs, extra buborék üzemmód, 5 percig használják a jacuzzimat, belepisilni nem nagyon ér. Jó. Igen. Nagyon jó. Akvapark a tetőtérbe. Mini akvapark. Van egy hallgatónk, aki tud erről a projektről két mondatot mondani. Gábor, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Ennél nem kell, nehogy reklámot mondj, meg cégnevet véletlenül se ezért hívunk, de hogy te ismered ezt a történetet? Vagy tudod, hogy miért kellett helikopter? Vagy generálkivitelező, vagy esetleg? Vagy tiéd a kecó, igen. mi vagyunk a generálkivitelezőjének az ingatlannak. Uh-huh. Na, figyelj, nagyon szemtelen ez a helikopterrel, beemeltetjük a jacuzzit, ezért ez tetszik. Ez menő. Miért kellett reggel mennetek? Vagy miért a hajnali óra? Azért volt a hajnali óra az emelés időpontja, mert nappal keltek volna a legkedvezőbbek a légviszonyok. Ja, azt hiszem, azt mondta, akkor készülnek a legszebb fotók. Igen, az nagyon gizda. A piárosunk mondta, hogy akkor menjünk, mert hogy olyan szép a háttérben a napkorom. Az nagyon szemtelen, hogy a nappal kelt a legszebb. Ez is benne lehetne, de sajnos nem emiatt volt a korai időpont, hanem azért, mert akkor a legcsendesebb a szél. Nappal keltekor, meg napnyugtakor, és így a nappal kelte az, amikor hosszú ideig világos van, nem sötétedik ránk, és emiatt ezt az időpontot választottuk. De hogy effektíven nem is fért át az ajtón, a lépcsőházban, hogy azért ez ilyen jacuzzi másfél-két tonna is lehet, ha még nincs benne víz, plusz mondjuk 2 köbméter víz, tehát ennek kell... Főleg ez a 8 személyes. De hogy nem fért volna, begondolom, tehát nem tudtátok ezt gurtnival fölvinni. Nem, ez egy lakás, úgyhogy itt nem lehetett volna befűzni egy ekkora jacuzzi semmilyen más módszerre. Aha. És akkor van egy helikopter vezetőben, van egy cég, aki azt mondja, gyerekek, én így x100 000 ezt földobom nektek a tetőre? Ez így van. Aha. Van cég, aki azzal foglalkozik, hogy helikopteres teher emeléseket hajtanak végre. Ez nem tartozik a hétköznapi megbízások közé, de így tudtuk megoldani igazából ezt a feladatot. Nagyon természetességgel beszélsz erről, hogy beemelsz egy jacuzzit. Persze, a helikopter lemeli először a tetőt, berakja a jacuzzit, utána visszarakja a tetőt, és megy a dolgára. De nyugtass meg, hogy legalább valami jobb amerikai, vagy valami kínai. Esetleg. Hát erről nem szeretnék beszélni, ez egy jacuzzi. Jacuzzi, jó, nem is kell. Akkor gondolhatjuk, hogy azért nem a legrosszabb kategória. Uh-huh. Igen. Jól van. Oké, köszönjük, hogy becsörögtél, csak ezt tudnunk kellett, tehát hogy a szél miatt. Szél miatt történt ez így. Hát a szél miatt történt ez így, illetve azért, mert a daruzás nehézkes lett volna megoldani itt a belváros közepén. Útzárást kellett volna csinálni, felső vezetékeket kellett volna lebontani, szóval sokkal nagyobb fennakadást okozott volna itt a hétköznapi életben, és emiatt ez meg egy kis zajjal járt, meg csodálkozással, de 5 perc alatt lezajlott az egész. Persze, ugye? Nyilván mi is kicsit itt karikírozzuk a dolgot, hogy oda repül, lerakja, elrepül, tehát nem egy akkora történet. Nekünk témaindítónak egyébként kiváló, egy jó beköszönés a szomszédtól, hogy meghozta helikopterrel az új jacuzziát. Szeretjük ezt a történetet. Gábor, köszi! Jó poén volt nekünk is, sziasztok! Köszi, hogy elmondta, csáó, jó munkát nektek, hello. Jaj. Basszus, elfelejtettünk megkérdezni, hogy a cég vállal-e görgetést, mert hogy most megvetted a Budapest Eye-t a hátsó kertben. Gyerekek, egy körre ingyen jók vagytok. Egy körre ingyen jók vagytok. Na, hozzátok költözött új szomszéd? Vagy volt olyan, hogy úgy köszönt be a szomszéd, hogy valamit izzított, mint a helikopteres jacuzzi? Hát, tehát, hogy amikor megérkezik, elköltözik a régi, és elkezdesz szorongani, hogy na vajon ki lesz az új? Hát ez mindig egy nehéz kérdés. Ez egy régebbi lakásban történt, amikor még Békés Csabán... Szóval most nem olyan régi, igen? Nem, azt meg, oda nem fér be, amit behoztak a régi lakáshoz, mert egy háromlábas, nagyméretű, fehér Dösendorfer zongora érkezett, aminek akár örülhetnél is, de kinéztünk, és látta a szomszéd a riadt arcunkat, de nem csak nekünk, hanem a másik oldalon is, és megnyugtatólag a következőt mondta. Zolika,
csak most kezd tanulni, semmi baj. Aha, igen. Hülye vagy, hát legalább játszol jól a gyerek. Amit nem akarsz, az egy zenét gyakorló, igen, hangszeren játszó fiatal gyerek, aki most barátkozik a hegedűvel, vagy a gordonkával. Igen. Mondjuk, ha fejre, akkor azt inkább a tapétához vették. Hát lehet, ez volt számukra fontos. Aztán elköltöztünk, mi ez az albérlet volt, ahol mi annak idején laktunk, úgyhogy nem tudtuk meg a végeredményt, hogy Zolika megtanult rendesen zongorázni, de az a 4 hét az szörnyű volt. Jó, de figyelj, hogyha ti költöztek valahova, és meglátják, hogy a trozsörök viszik egy gitár, 2 gitár, 3 gitár, 4 gitár, 1 gitártok, és akkor a disznópörzsölő, és akkor még a disznópörzsölő, akkor azért ott is van egy kis várakozás, hogy igen, vajon fogsz-e otthon gyakorolni. Lesz-e belőle valami? Szerintem a szomszéd már ott ássa el magát, ha lakásfelújítással kezd. Nem? Tehát szerintem az a legkegyetlenebb. Megérkezik a szomszéd, nálunk is egyébként, szomszédunk, aki egyébként kedvelem és nagyon jóba vagyunk, de egy laza másfél hónapos, mondom, tesó, még úgy mit vered? Miért nem pontatod le az egész házat? Tehát, vagy miért vetted neki? Sziklára épült az a ház, basszus. Mit csinálsz egy hete azzal a légkalapáccsal, és mit csinált a régi szomszéd, hogy neked ezt le kell bontani? Majd áthívott, megmutatta, ittunk is gyorsan egy bort, és mondta, hogy még azért tartsa ki, megy a másfél hét brutóban. Csak a melszobrát faragták. 3 hétig. Ezt hallottad, tehát itt már egy szomszéd komoly hibát követel. Aztán persze nagyon szép lett, meg tényleg jobb is, hogy megcsináltatta, mert sokkal szebbet csinált, de ha lakásfelújítással kezd a szomszéd, ott már a fene megette az egészet. Persze. Mármint a viszony, nem? Azonnal vége van. Nálunk gyakorlatilag ez történt, az első nap volt. De most ti vagytok. Följött ez, nem, ez egy előző lakás volt természetesen, amikor még alattunk is laknak, és ugye a festők meghatározták, hogy ők mikor fognak tudni jönni, tehát mi ehhez igazoltunk, mert mégiscsak ők voltak a szakik, meg azért sürgős is volt a dolog, mert nem volt olyan állapotban a lakás. Elmentünk, este 9-kor még a festők ott voltak, természetesen nagy létráról lépegettek a lakásba, jobbról, balra, balról, jobbra, 9 óra magasságába megjelent az alattunk lakó kedves szomszéd, és jelezte, hogy hát szépen is beszélt, de azért éreztünk benne egy pici elfojtott feszültséget, hogy ugyan hagyjuk már, hogy mondjuk normál körülmények között ugye 10 óráig nem számít. Nem számít minek is, hogy szokták ezt mondani? Csendháborításnak pontosan, hogyha valami zajt csinálsz. Tehát ő 9 órakor feljött, tehát mondtuk neki, hogy ne haragudjon, tényleg nem akartunk semmiféle problémát, meg a festők azt mondták, hogy ekkor tudnak jönni, eddig fognak tudni dolgozni, de már be is fejezzük. De ott szerintem egy picit el is ástuk magunkat. Nincs most már ez a 10 óráig, szerintem valami délutános cucc van. Tehát a csendháborítás... Akkor ezt sokan nem tudják. Szerintem az már nem működik. Ezt nem tudom, hogy ez hogy van. Formán. Feri, én voltam az zongorás, Mága Zolika. Csepeli új szomszédunk 14 napig szellőztette a lakást, mert büdös volt. A probléma az volt, hogy januárban volt ki mínusz 10, mi lakásunkban meg 15 fok. Brown küldte nekünk. Na, hát az új szomszéd 14 napig szellőztetett. Hát, most festék volt. Te szeretsz festékszakban lakni? Nem, na. Nálunk az új szomszéd úgy ünnepelte meg a költözés, hogy első este benyomott, mint az atom. És valószínűleg elhagyta a kulcsát, mert egy nagy puffanásra ébredt. Gyorsan kirohantam, és látom, hogy az állat rúgja be a saját ajtaját. Ez buszos Satyi küldte nekünk. Nálunk mi voltunk az új lakótársas, az nyugodt környék, az első estéig nyugodt volt, aztán a kedves szomszéd házi bulit csinált, ráadásul élőben dobolt. Ez körülbelül éjfél körül, 3 hét múlva el is költöztünk. Írja nekünk egy hallgató. De egy buli miatt, vagy minden este volt buli? Valószínűleg minden este volt buli. Az én új szomszédom úgy köszönt be, hogy 2-szer feljelentett. Pisti küldte ezt nekünk. Az nem jacuzzi volt, gyerekek, hanem a kutyám itatója. A kutyát még nem vettem meg, ő Laca küldte nekünk. Mellettem lévő lakásba költöztek fiatalok, éjjel haverokkal ordítoztak, vagy pedig üvöltve szexeltek. Már elköltöztem. Attól rosszul voltam, ha csak megláttam a kocsijukat. Még az üvöltve szexelés, azt bírom. Hát csak kedved van neked is. Azt szerintem az nem, de üvöltve, hörögve szexelnek a szomszéd, az egyébként tud szórakozható lenni. Új szomszédok bemutatkoztak, majd a nő megszólalt. Nem vagyunk részegek, csak egy kicsit ittunk. Igazi bosszantó szomszédok, írja nekünk egy hallgató. Az új szomszédok beköltözése óta minden nap jönnek a rendőrök, ugyanis a családfő házi őrizetben van. Azért az milyen kemény, amikor beköltözik melléd egy házi őrizet. És bár nem sok rosszat csinál ő, hát a terülésögél. Igen. Csak mondjuk így nem szívesen mész át szólni nekik, tudod, hát ha valami következménye lesz. Hát ha vannak még rokonok, barátok szabadlában. Igen, beköltözött a szomszéd, pár nap múlva összerakta a kerti pavilont, és már hajnalban is dombolt a zene. Kerti pavilon összerakás, szenzációs. Egy-két nap elteltével jött egy cél, elvitte az egész sátrat, mi az ablakból néztük megkönnyebbülve. Azóta is mindenkit kikészít ez a figura.
Solymász barátom új házba költözött, szomszédokkal bemutatkozás után közölte, hogy legyenek szívesek lelőni a Solymát, ha az átrepül hozzájuk. Jaj, dehogy bántjuk azokat a szép madarakat, de nyugodtan, mert én is lelövöm majd a maguk macskáját. Ez korrekt, megmondta. Mert a macska tessék, meg elkapja a madarat. Bizony. Nagyon szép, igen. Este 8-tól 10-ig légkalapáccsal bontották ki az új lakónak a fém ajtókeretet, hogy még éjfélig berakják az újat, azóta se lakik itt. Egy pécsi panel. Most meg kell csinálni, mindjárt beköltözünk, értse meg. Na igen. Debrecenben laktunk lakótelepen, a négyes főút mellett falusi család költözött be alánk, és este pakolás után a négy emeletes ház és a főút közötti füves közterületen tüzet raktak, és nekiálltak szalonnás. Szerintem korrekt. Feri nem is mondtad, hogy Debrecenben is béreltek egy lakást. Így volt, hát most érted, volt fű, volt út, meg a lakás. Ennyi, faragtál pár nyársat, aztán. Otthon is kimész, nem az Na jó, de azért a négy emeletes ház és a négyes főút közé azért ott raksz egy tüzet a fűben. Hirtelen megérkeztél, és szalonnát sütsz a gyerekkel. Miért a harmadikon rakják? Tüzet, hát más arra azért ott sétál, kutyát sétáltat, lefekszik, pihent, ott raksz egy tüzet. Van mit enni, van mit inni. Adunk neki szívesen. Hihetetlenek vagytok ki. Korrekt. Volt pálinka is. Barna küldte nekünk, köszönjük szépen. Az új szomszéd naponta 20-szor nyitogatja a nyikorgó villanyóra szekrényt, és vasárnaponként zsoltárokat énekel az ablakban. Jó szomszéd. Ez nekünk is megvolt. A zsoltárt értem. A villamos szekrényen mi van, gyerek? Azt miért nyitogatod? Mert a zsoltár oké, hát nyilván. Hát ellenőrzi a fogyasztást. Vagy pedig nézte, hogyha bekapcsol a vitrövére, bekapcsol egy mosógépet, bekapcsolja a centrifugát, mennyivel pörög jobban. De nekünk egyébként az ájtatos szomszédok megvoltak. Albérlők voltak, fiatalok, nagyon kedvesek, nagyon helyesek voltak, csak ők viszonylag sűrűn énekeltek, dobozgitállal kísérve énekelt, hogy a kis Jézus megszületett, örvendjünk, örvendj! És az, azért... Még ez augusztusban azért elég meleg. Hát meg amikor a gyereket altatni akart, tudod. Azért mi együtt éreztünk, nagyon kedvesek voltak, nagyon helyesek voltak. A kis Jézus megszületett, örvendjünk, örvendjünk. Aztán Móni átment, rájuk rúgta az ajtót. Egy ízlésesen. Mi meg azért örvendenénk, ha tudna végre aludni a gyerek a másik oldalon. Nálunk én voltam a bunkó új szomszéd, az utcánkban nagyon kedvesen fogadott mindenki minket, én meg a blogomban leírtam, hogy hányok ettől az egésztől, attól, mert itt lakunk, még nem kell barátkoznunk, hogy egy utcába költöztünk. Kiderült, hogy mindkét szomszéd lelkes olvasója a blogomnak. Volt, lelkes olvasója volt. De szép, amikor téged kedvesen fogadnak, igen, és ez neked nem tetszik. Egyébként meg régen ez úgy működött, hogy ha te oda költöztél valahova, akkor sütöttél egy tál sütit, fogtál egy üveg italt, és szépen körbe mentél, és beköszöntél mindenkihez. De nem akarok de akar, de tud, hogy kivel laksz egy házban, ki lakik melletted, ha baj van, akkor tudjál oda menni hozzá. De miért legyek bele egy vadidegen sütéjébe? Nem vadidegen, ő a szomszédod. Kézzel, fűzsíros kézzel, piszkálta az órát, beletett a petével. Nem lehet, hogy fürdik. Meg hogy a Balázs körbe sétál a saját maga által készített sütemények, az inkább sértés. Mondjuk igaz, engedjük el. De utána teredél a szomszédomat. Kutyám nincs, kér. Eszik? Nem eszik? Jönnél ott egy hát kis de nem, hát persze. Valikám, hadd mutatkozzak be, én vagyok a szomszéd, ígyunk meg egyen. Ígyunk én csak egyen. Egy ilyen a figyelőn így lesnélek, hogy nem nyitnék ajtót. Hogy... nem te kilőnél. Hajoljon kicsit közelebb, Ferike. Sütike, puf! Gyors, stop, pedlivel. Na, tehát kedd, reggel 8 óra van fel. Nem Szerintem már kicsire nem adnak. Egy meg nem itt, aligyuk meg a másodikat. De Feri, nyomjál. Van itt valaki? Zavarok? Ha, már benn vagyok a nappaliba. Nem zavarok, ugye? Ne csütjél nekem be a székbe. Ígyunk valamit, ha van egy tojáslikör, mondjuk ki gyorsan. Azod, hey, nézd már, ott a bárszekrény. Meg se királya az új szomszédot. Én vinnék. Hát te viszel új szomszédként. Nem vittem. Hát azt gondoltam. Elsőre is szerintem. Én nem tudom. De jobban vagyok az összes szomszédommal, csak én nem éreztem ellenáltatlan végyet, hogy frissen sütött forró almás pitével átrolnak a szomszédba. Tehát ez valahogy... Örültek volna hidegnek is, hogy... Ja, igen, hideg madárhelyet is vihetett volna. Valahogy nem, ennek annyira nem tudom, nem döltem. Fél kilenc úgy voltosan, 2 perc, lehet 3-as ugrással jelentkezni, ha valakinek új szomszéd költözött még a közvetlen környezetébe, írja meg, hogy mivel köszönt be. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 van egészen pontosan. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak.
és hát olyan szomszédokról beszélgetünk, akik úgy köszöntek be, hogy valamilyen merényletet hajtottak végre a régi lakók ellen. A merénylet nyilván idézőjeles. Ugye a kiinduló hírünk az az ember volt, aki beemeltette helikopterrel a jacuzziát. Ez egy jó beköszönő, kivéve azoknak, akik mondjuk esetleg megijedtek hajnalban a helikoptertől, de ugye megjött a jacuzzi, és beszéltünk a generál kivitelezővel, aki azt mondta, hogy a szél miatt kellett hajnalban jacuzzizni, vagy helikopterezni, és akkor nincs, ugye így tudták beemelni a jacuzzit. Vízzel együtt nyomták vajon. A helikopter rotori az nem csinál szelet amúgy? Hát az a más irányú más szelet szél. Csinál, mint amikor egy nagy keresztirányú szél van, és belengeti azt a másfél-két tonnás jacuzzit, azért az egy picit más. A rotor az maximum lefele nyomja a levegőt, hogy fönntartsa a helikopter. Tehát az effektíve egyenesen amikor tartja. Amikor engem emeltetek a Balcsi parton, meglepi helikopterezés, alatta nincs szél. Nincs szél, azt mondom, igen, alatta hogy nem nagyon csinál. Semmi. Ahogy ott állsz előtte, akkor így lobog mindened, fölszáll, igen. És én besétáltam alá. Még fura is lenne, egy szállításra szakosodott helikopter, azt, hogy nem tudunk fölszállni, mert elfut, mindig Lajos, szél van alatt. Nem az a ház, ez a ház, te mindegy, most már van nagyon. Sajnos nem tudunk fölszállni, mert akkora szél van a helikopter alatt, és fog ez változni, mindig szél van a helikopter alatt. Nem tudunk változtatni, igen. Hogy mit csinált az új szomszéd? Ugye ez a kérdés, ez a témánk. Itt van Julcsi. Hello, Julcsi, jó reggelt! Sziasztok, srácok, jó reggelt! Hello! Honnan hívtál minket, Julcsi? Én Debrecenből telefonálok, de egyébként hajdúszoboszlói a történet, amit megírtam nektek. Új szomszéd sztori. Antibácsi megérkezett. Antibácsi költözött hozzánk, egy négy lakásos társasházat képzeljétek el. Mi a második szinten lakunk, ő pedig alattunk költözött. Mert Anti bácsi egy nagyon tevékeny idős úr, 85 és 90 év közt van, és lecsempésztette az erkélyét. Csendben, tehát minket nem is zavar, még hogyha hangoskodik is, nem volt probléma. Másnap Anti bácsi feldúltan, szinte ordibálva érkezett föl, becsengetett hozzánk, anyukám nyitott ajtót, és azt mondta, hogy tönkretettük az ő frissen csempézett erkélyét, ugyanis az internetünk, rácsöpögött az erkélyre. Antibácsi, igen. Antibácsi keresett egy kapaszkodót, érted? Amivel ő tud barátkozni. És ezt találta, hogy ha nálatok van internet, az biztos, hogy lecsöpög. Próbáljátok meg megmagyarázni neki, hogy mi is az az internet, hogy az nem vezetéken jön. Na és ugye anyukám lement, hogy megpróbálja elsimítani ezt a konfliktust, és megnézte, hogy mi is lehet a mi lecsöpögött internetünk. Na hát ez kiderült, hogy ilyen lila kis madárgürülékek voltak, amit megmutatta neki, hogy így fel lehet kapargatni, tehát igazából ez nem az internet, de Anti bácsi azóta is váltig állítja, és csúnyán szokott nézni ránk, amikor találkozunk, tehát mindig valami van, amiben bele lehet kötni, de hát az idősek Anti bácsi nem egy egyszerű teremtés, akkor igen. És nem is jó a viszony, tehát nem is vagy tök jóban, Anti bácsi jön, valamit morog a bajsz alatt, majd megy tovább. Pontosan ilyen egyébként, tehát volt már olyan, hogy a szemetes kukánkat visszahúzta, hogy ne vigyék el a szemetet, hajnali 5-kor bepálinkázva az udvaron énekelget. Tehát, Anti bácsi magának való. Igen. Vannak unokái, vagy mennek hozzá látogatni? Nagyon ritka. Ritkán. Van egy felesége, de ritkán látunk. Vigyetek fel egy tálcasüteményt, meg egy kis piát, amit a Feri tanácsolt. Az mindig beválik. A kedvéért. Igen. Nem egyébként, tehát nem vagyunk mi is ilyen konfliktus szeretőek, csak így ez az a sztori, ami megmaradt a csöpögő internet. Júlcsi, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát, vigyázzatok magatokra. Ciao. Hello. A mellettünk lévő lakásba költözött egy idősebb hölgy, és állandóan kis leveleket ír anyukámnak, meg nekem is, és oda teszi az ajtóba. Múltkor például csak annyit írt, hogy ha megyek dolgozni, vigyek esernyőt, mert esik az eső. Most ez tökéletes, hát nem? Hát figyelmeztet. Igen, plusz a múltkor át kellett mennem hozzá, mert nem tud SMS-t írni a telefonjáról, és nekem kellett megírni. Írj egy hallgató. Ráadásul nekik írta volna az SMS-t. Hogy jöjjön át megtanítani SMS-t írni, de nem tudott, így aztán. Igen. Egyelőre nekem a vidékről felköltözött család tetszik a legjobban, akik raktak egy tüzet lent a... Szalonna, tesa. Nem úgy van, kellett sütni azt a szalonnát, vidékről jöttek, beköltöztek a társasházba, de azért a régi emlékeket meg kellett őrizni, raktak gyorsan. Hát a gázrezsó fölött nyársaljanak? Nem. Lesz ott még disznóvágás is, megnyugodhattak. Itt van velünk Péter, hello Péter, jó reggel, hello, ciao. Sziasztok. Az én szomszédom is olyan srác, egy elég egyszerű fiú, és úgy gondolta, hogy így szépen apránként körbetrágyázta a veszélyes lakás valakik, egy a 20 centiméteren körbetrágyázta a lakását, hogy majd gazdálkodik benne. De bent várja, hol? Nem értem. Ez egy lakótelepi lakás, és a szélső lövéké.
és egy hétig nem bírtuk haza, nem tudtuk honnan jön a büdös. Az egyik szomszédasszonyka kiszúrta, hogy valami nem jót a talajjal, és akkor ő bevallott, hogy tényleg úgy gondolta, hogy mire minden van. Egy lakásban laktok, és ő lakik legalul, kertre néz, vagy zöld fűre néz. Lakás, ez egy háromfalas lakás, mint a háromfal az övé. És körbe oldalt, két elől, hátul szépen körbe zágyazta, amíg az övé tartott egy óolakba. És mit mondott, mi lesz, rózsa vagy paradicsom? Nem, semmi, ilyen konyhakerti növényekre gondolt, mert odahaza se tudta csinálni. Ez aranyos mondjuk, ezért sokan csinálják, főleg akik mondjuk vidékre költöznek lakót. Azért, amikor a körbe trágyázzák a kertedet és szarszak van, azért az aranyos azért. Nem ez az első szó, ami eszembe, hogy az olyan aranyos. Aha, három héte itt ülök a szarszakban. Olyan aranyos. Belőle, utána 8-10 zsákba szedte össze, vagy még többen, és én vittem neki fúsiba kontinert, hogy tűnjön el onnan. Mit tudom, egy tardisznót az erkélyen? Vagy csinál most ilyet, vagy most erről leáll? Hát vannak dolgai, de már csak növények. Ja, már csak növényekben utazik. Már csak növények, igen. Az egyébként a jó. A hat lakó, meg a többi pár száz, aki ott a környék, akit nem kultiválta, de mondom, össze rá se jöttünk, hogy mi az. Csak olyan egyszerűen bejelentette, hogy majd gazdálkodni fog. Ez egyébként bírom, ő gazdálkodik. Igen. Ja. Merre laktok, Péter? 16-ba. 16. kerület. Aha. Igen, perem kerület, de annyira nem perem, hogy gazdálkodjunk. Ez picit talán erős, picit talán erős, igen. Péter, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is köszi, sziasztok. Hello. Milyen fiz, zöldség, gyümölcs, ott érted, csak kinyúlsz, ott a fán, az alma. Szimpatikus, aranyos. Némi házi állat is jött volna idővel mellé. Az új szomszéd nálunk rövid időn belül kapcsolatba lépett az egyedülálló anyukával. A lakásfelújítás helyett most ezt hallgatjuk. Irigy vagy mi? Kizárólag éjjel. Irigykedsz. Írj egy hallgató. Na jó van. Az én szomszédomról pedig csak annyi, 27 rendbeli vádlott pedofil. Többet ne akarjatok tudni, így. Írja nekünk egy hallgató. Mint új szomszéd, tudod, amikor elmész a welcome partira, és rájössz, hogy... Itthon hagyom a srácokat, szomszéd, leszaladok. Igen, tudod, az nem biztos, hogy, igen. Nem biztos, hogy jó. Na jó, ma játszunk hármasugrást valakivel. Már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Anna, hello! Itt van, pedig itt van. Anna! Szia! Hello, igen, hello. Vagyok. Hello, Anna, mit csináltál? Ez így lassú lesz. Itt vagy, Anna? Igen. Mit csinálsz? Várjuk a játékot. Azt én megértem, csak hogy eltűntél egy pillanatra, arra akartam kikülni. Mit csinál, letetted a telefont, vagy gyereket kell... Nem, semmilyen nem történt. Bent vagyunk az irodában, és dolgozunk. Irodában vagytok? Honnan hívtál minket, Anna? Berejtő úgy faluból. És ott milyen iroda van? Egy szuperinfo iroda. Szuperinfo. Szuperinfo iroda. Szuperinfo iroda. És te mit csinálsz az irodámból, azon, hogy dolgozol? Tehát mi a munkád? Mi tesszük össze az újságot. Az újságot. Hányan vagytok? Ketten. Kis újság. Ki a másik? A kollégám Zsolt. Zsolt. Sokat szoktál dumálni itt társaságban? Te vagy a társaság motorja, lelke. Teszed, veszed, nyomod? Nem. Aha, jó, nem? Ez. Aha, igen. De erre szerintem rájöttetek. Rá, igen. De én nem adom föl, tudod, én megdolgozom a pénzemért. Tehát én addig üzöm a hallgatót, amíg egy összetett mondatot ki nem szedek belőle. Tehát ez a feladatom, ezért ülök itt reggel. Mit csináltál hétvégén? Hétvégén? Megnéztük a munkaterületeit. Mit? Milyen munkaterületet? Hát ő földmérő, aztán ilyen utaképítésével foglalkozik, és azt nézegettük meg. Ja, a párod földmérő. Aha. Belenéztél a három lábúba? Hogy? Bele, igen. Na és mit lát benne az mit ember? Mit lát az ember, ha belenéz a három lábúba? Az előtte lévő, elkészülendő utat. Aha. Sose értettem, hogy mit hürkésznek. De legalább valami kis jelek vannak oldalt, vagy ilyen viszintező van benne? Ebben nem vagyok annyira otthon, de igen. Hm. Uh-huh. Nem, az azért van ez a műszer, hogy jön arra valaki, akkor fihez jönnek, nézd bele! Aha. Van hobbid, Anna? Ezt most nem értettem. Hogy van-e hobbid? Persze. Mit csinálsz? Kirándulgatunk. Az jó. Tő mondatokat írsz. Igen, de könyv lesz belőle. Írsz, igen. Milyenek a kérdések, Jani? A nehezecske. Nehezecske. Nagyon meglátjuk. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés nyakbalkasztójét. Melyik magyar rockzenekari jelképe a baboskendő? Beatrice. Így van. Hey, hogy fog örülni a végén, Anna? Menjünk tovább? Igen, mehetünk.
Végül is pont ugyanannyit beszélgetünk, mint mással, csak igen. Mert az idő az ugyanannyi. Igen, 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 igen. Így szól a második kérdés. Milyen állatok a küszök? Micsodák? Na ez a kérdés. Na most megfogta. Hogy micsodák? Küszök. 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 A küsz szó többes száma a küszök. Küsz. Van internet? Hal. Így van, ezt honnan tudtad, internet? Az hát. Igen. Ez a sneci. Légy színe, beszélj így. Te egy akkora sneci vagy, de tényleg egy akkora rohadt sneci vagy. Igen. Ez a sneci. Ezzel nem vagyok otthon, de hal. Aha, számítottam rá, hogy nem váltok ki belőle túl heves reakciót, azért az elmúlt 5 perc ismeretében erre fel voltam készülve, csak megjegyeztem, hogy a küsz az ugye a sneci. Egyébként közkedvelt nevén a sneci. Na mi legyen a harmadik kérdéssel? Megpróbáljuk azt is. Ez a beszéd. Így szól a harmadik kérdés. Melyik országban nyugszanak második Rákóczi Ferenc hamvai? Törökországban. Nem. Ott hunyt el, Tekirdákban, Rodostóban, de Kassán van. A Rákóczi síroldalon eltemetve, az édesanyja mellett, pontosan nem eltemetve, mert hogy az egy kripta. Jó, él még? Nem csak a hamvai bele vannak féve egy síremlékbe, de nincs eltemetve, van, és még mindig élek, jó. Szóljunk neki, hozzuk föl, hát akkor ne csináljuk, hogy élő embert oda teszünk. Hajjaj, igen, hát ez Szlovákia lett volna. Melyik országban nyugszanak? Ugye így szólt a kérdés, ez Szlovákia. Anna. Mm-hmm. Nagyon megrázom. Igen, de ez egy régi történet már. Ez egy régi történet. Igen. Anna, nincs ajándékcsomag, jól haladtatok egyébként, ügyesek voltatok a halas megfejtéssel, és viszont itt a harmadik kérdésnél elvéreztetek, viszont van boom, tudod? Igen. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Légy kemény. Valaki bekapcsolódott. Ott a kollega. Igen. Hát sajnos nem. Nem adott. Nincs ennél csomag, de felejthetetlen élmény volt annak. Puszilunk, és jó munkát! Köszönjük szépen! Szevasztok! Hello! Ciao. Hogy föllélegzett a végén? Konkrétan megkönnyebbült, hogy megszabadult tőlünk, nem? Nyomasztott ez a játék. A kutyafáját nem is tudom, hogy írta meg az SMS-t, tényleg. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem tudom, írt egy SMS-t, aztán nem számított rá, hogy visszahívjuk. De akkor minek? És annyira megijedt, hogy most megkönnyebbült. Hallhatóan megkönnyebbült, amikor érezte, hogy lesz. Kitalálom, mit írt. Játszanék. Nem! Képzeld, elmondom neked, mit írt. Azt mondja, hogy sziasztok, játszani szeretnék a kollégámmal, veletek, puszi Anna. Tehát egy tök jó az SMS. Akkor túlpörgött. Na, annyira izgult az SMS írás, csak ez egy elfáradt, mire adásba kerül. Jó, van ilyen gyerekeken, nem lehet mindegyik hallgató, profi, média szereplő, vannak, akik kicsit kevesebben beszélnek, de nekünk a feladatunk, hogy kihozzuk belőle a legtöbbet. 2 perc van pontosan 9 óra, megyünk tovább, kedv van, úgyhogy Kassa TV-vel folytatjuk. Ákos híre után. Uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Baleset a Keletinél kifelé, nagyon nagy a dugó, valamint van egy másik baleset, ami szintén nagy, Budáról Pestre, az Árpád hídon Kasszás dűlőig áll a sor, aki tudja, kerülje el az Árpád hidat, mert hatalmas dugó van. Marcaliban a Kaposvár felé haladókat mérik, ezt Kriszti küldte nekünk, Trafia 47-esen, Derecskő és Berettyó Újfalú között üzeni Balázs, valamint az M306-os kilométerénél, a Molkútnál Budapest felé vezető oldalon van egy trafi, üdvözlettel Dani. Köszönjük szépen. Kassa Tibi befúrja magát most már az izébe is a közlekedési hírekben, a Kasszás dűlő. Hát, hova nem? Kasszás dűlőig. Valaki csinált egy balesetet, csak hogy ezt beolvassuk, hogy kasszás dűlő, igen. És jött még egy ez ebben a pillanatban, Sárváron, a Szombathelyi úton a városról kimenőket mérik a Sárvár vége tábla előtt. Keoma küldte nekünk.
Keuma lambada? Ez az? Keuma. Vagy nem, az hát, Kauma. Az Kauma lambada. Kauma, lambada. Igen, az Kauma, Kauma lambada. Az egy indián. Igen, a Kauma lambada. Igen. Atya Isten. Egy ország szerette, igen. Keuma Franco Nero film volt talán. Igen? Jól emlékszem. Akkor nem, magyar. Nem vagyok annyira. Akkor biztos, hogy vagy magyar rendező, vagy koprodukció, vagy egy fehér lovon lovagol, egy füstös, nagy, kietlen tájakon, és van benne legalább egy magyar rendező, vagy producer. Na, kedvan, ez pedig azt jelenti, ugye, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza TV, kaka-kasza TV. Wow, kaka-kasza TV, kaka-kasza TV. Hey! TV! 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 Kaka-kasza TV, kaka-kasza TV. Hello, Tibi! Hello, a szomszédos témához akartam még egy picikét jönni veletek, tudjuk, mert... Költözzel. Nem, hogy azért az én szomszédom, aki beköltözött, már jóba vagyunk, de szerintem ő azért jó belépővel jött. Egy félmeztelen, agyig tetovált, ketrecharcos forma pakol be dobozokba, és tudod, én próbáltam haverkodni jellé, mert szia, na, csa! És elment mellettem. Nem ön akar beszélgetni. Egy ilyen fénylőtestű, ilyen gyúrós, ilyen ketrecharcos, tetovált. Tudod, és mit csináltál a sok pitével? És szomorúságomban leültem, és elkezdtem megenni a pitét, igen. És attól fölhívta a bátyám, hogy Gabesz, akármit csinálsz, kezd el meghirdetni a házat most. Nagy a baj. És tudod, rájöttem, hogy nem a techno, meg nem a zongora, meg nem az idegesítő, azt már egyszer elmondtam nektek, hanem az, hogy ő a hírek nagy szerelmese volt, kiment a kertbe, és nem vitt ki hangfalat, hanem bentről ordított. Csak a következőt hallottad a házban ülve. A legidegesítőben nem érted, hogy mi... elpusztultál tőle. Tehát, hogy azért nála azóta nagyon-nagyon jóba vagyunk, folyamatosan kommunikálunk, de a belépője az pokoli volt. Tehát akkor tényleg konkrétan... Hogy rendezted? Egyébként egyszer ordítatott valamit, és mondtam, hogy küldök rá egy üzenetet, maximum agyonver. Küldtem neki egy üzenetet, hogy figyelj, hát, hogy nagyon áthallatszik, nem lehetne valamit kitalálni. És jött rá vissza egy üzenet, ja, hogy ez téged zavar. Aznap kikapcsolta a zenét, és soha többet nem kapcsolta be. Tehát van ilyen szomszéd is. Azt hittem, hogy átjön egy macsetával és agyondarabból. Konkrétan aznap kikapcsolta, és soha többet nem kapcsolta be. Tehát, hogy ő, és nagyon jó szomszéd egyébként, úgyhogy én imádom. Megerős is. De egyébként tényleg jó vagyunk, tehát hogy abszolút jó vagyunk. Azóta ott van, nem költözött? Igen. És fia, a legjobb szomszédom, és tényleg esküszöm, azt hittem, hogy abból mészárlás lesz, hogy ő beköltözött. Úgyhogy van ilyen is, hogy lehet fordítani. Az ember azt hinné, hogy nem lehet, de lehet. Tehát, hogy van olyan, amikor így valaki egyet fordít. És ez évfok miatt hallgat a híreket, vagy a zene miatt, ami szólt alatta, és lehet, hogy ezért is megkezdett. Lehet, hogy az aláfestő zene. De ha már a fordításnál tartunk, minden évben adok nektek egy lehetőséget, hogy ti fordítsatok, mert nem hiszem el, hogy a névnapomra, mai napon úgy csúszunk rá, hogy valami egészen ritkával és költségessel nem készültetek. De nem. Egyébként ma Bende napja van. Srácok, én nem felejtek el ilyen fontos dolgokat. És egyben a ti becsületeteket is megmentve. Jézusom. Ha megengeditek. Mi van? Soha a büdös életben, mióta mi hárman fordítva, a Janinak semmit, a Ferinek semmit, soha névnapunkra. Én már arra kopogy a CT-re megyek, majdnem 7 rugó. Ki fizeti ki ezt nekem? Ha névnapod lesz, és aznap mész. Gyerekek, egyszer adhatunk azért mi is. Ja, akkor adjuk ezt úgy, jó, hogy de akkor elő a farmába, kinek? Szeretek. Ha már 4 napja van. Készültél, Balázs? De ne apróság, te most ne gondold azt, hogy lerakok egy Maserati kutyát, egy aprósága. De készültem, ha nincs ötleted, készpénzt is adhatsz. Nem, ötlet mindig van. Készültem, de akkor nézd ezt úgy, hogy ez nem csak tőlem, hanem akkor ez tőlünk, és akkor ezzel a fiúk becsületét is kicsit megmentem. Még ezt a költséget is osszam el 3 felé, amit találom. Nem, de valóban, mert sosem veszünk semmit neked. Semmilyen ajándékot nem veszünk. Gyerek, azt hiszitek, hülyülök. És végre, Feri nem hiszél. Azt tök, hogy ez hírok. Nem te vagy. Egyszer, halló, egyszer lehet. Gyere ki! Egyszer névnapja van, egyszer lehet, nem?
Aztán utána évekig nem ünnepelünk meg. Ha nem egy cízzáros maszk van benne, akkor csalódott lesz. Tibike, istenéletesen hogyha... sokáig, neved napján. Aha, jó? Hogyha budipapír van, mert most van hozzád. Én soha nem kaptam semmit még ebben. De most ne legyetek irigyek, mert ezt nem hárman adjuk. Dehogy is. Hárman adjuk. Boldog névnapot. Nagyon-nagyon szépen. Istenéletesen sokáig. Boldog névnapot kívánok neked. Mindent, ami az irodában volt, mindent beledobáltatok. Boldog névnapot, és mondd el, hogy mi van benne. Boldog névnapot. És a hallgató kedvéért mondom, hogy gyakorlatilag mindent, amit a Viki talált kint szerintem az irodában, az elmúlt egy év mindent beledobált. Figyelj, mi ezt sose kaptuk meg. Hoppácska, egy finom pálinka áttekintés. Igen. Rajta van a dátum, és 2002 Tisza Füred. Igen, nagyon, igen. Jó, de hát a pálinka nem romlik meg. A Morning Show csapatának. Egy könyvet is kaptam. Csak fújj le egy picit, mert egy könyvet is kaptam, kérlek szépen az elszámokról őszintén. Tóth Gábor, itt volt nagyon az asztalomon, jó. Igen. Egy éve van itt az asztalomon, mi van még? Egy szétrohadt blifkó. Nem, miért szétrohadt? Az jó lehet, az még bármi jó. Ezt valami gyógyszeres cégtől kaptátok. Én szerintem azért repjelnék egy gyógyszeres cégtől, ezt is bele tudtuk tenni neked az ajándékba. Igen, és egy darab aromagyertya, köszönjük a hétvégét Feri felirattal. Na, jön még. És egy zacskó koriander. De jó. Az picit ki van száradva. Ja, és egy zacskó székelyföldi te a keveréket, ez is nagyon igen, jó. Igen, még a Ceausescu érában. És ez, Tibi, ez neked smafu? Ja, igen, bocsánat, és fehér hajgumi. Egy jó szürk és Madonna hajgumi. Minden, ami az elmúlt három éven felhalmozódott az asztalomon, Isten éltesen sokáig. Tibi, tudod, ha ajándékról van szó, rám számíthatsz. És neked az aranypapír zacskó a smafu? Nagyon boldog névnapot kívánok neked. Remélem, jókat vásároltál. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked és Vikinek is, aki összetúrta a szemetet egy ajándékzacskó. Örülök, mert csak negyed annyit kell lomtalanítani már az asztalon. Nagyon múlva, amikor ön a nagy munkai lomtalanítani. Nagyon támogatom. Hetente ötször adjunk valakinek ilyen ajándékcsomagot, mert végre ki fog ürülni a szerkesztőség. Végre az asztalom egy kicsit letisztul, és hasonlítani fog a ti asztalatotokhoz, mert úgy nézek ki, mint a bombát robbantottak volna az asztalomon. Igen. Bunkóság nem elvinni, csak igen, mondom. Tibike, a legnagyobb szeretettel válogattuk, vásároltuk, szereztük be, Isten értesen. Elmondom, ezt a fehér hajgumit viselni fogom ma este, nem teljesen rendeltetésszerűen, de rajta nagyon lesz, megérem. Nagyon jó. Főzél meg a kedveseknek egy hozzá, egy kellemes. Istenetesen. Mindjárt leporolom az aromagyertyát, hagyjatok most már hülyeségetekkel. Az egy 4 centi por van az aromagyertyán, az egy kicsit fújd le, jó? Hogy ne gyújtsd meg egyből. Be is tudsz rúgni, mert itt lesz neked negyed karácsony méter pálinka, meg a kedvesednek főzél egy kis székelyföldi teakeveréket a gyertyafény mellé, jó? És olvassál föl neki lefekvésre, hogy Tóth Gábor az elszámokról őszintén című könyvéről. Ez a tökéletes este ajándékcsomag. Szerintem, gyerekek, én azért most kitettem magamért. Nem mondjátok, hogy azért ez nem egy korrekt névnapi. Nagyon szép ajándék. Nagyon gyönyörű. Már azt hittétek, csalódtok bennem, és tényleg ajándék. Már úgy néztetek rám, hogy hol a régi Bali? Ez a régi Bali. De ehhez képest jövőre nem fog meglepődni, hogyha a számítógép egeredet fogod átnyújtani, hogy boldog névnapot, Tibi. Gondos válogatás, szeretet nagyon van jó benne, Tibi. De cukik vagytok. A kutya fádat, hát egyszer van névnapot. Én az újrafeldolgozásnak a nagykövete vagyok, de így ebben a formában még ezt nem ismertem, ez nagyon szimpatikus. De ez ahogy én szeretek, nem szeret úgy senki. Ha nem viszed el őket, gyökér vagy. De ez a kotvány ilyen 10 éves. Neked az, hogy a 3 éve van az asztalon. Abba félesztán a sok gázsi. Egy ilyen szétrohadt briefkó valami gyógyszercégtől, ami valami fejfájás csillapítót hozott be nektek, gondolom, promózni. Valószínű műbör, és nagyon a legalja. Igen. Tibikém, a kutyafádat Isten értesen. De tűntél vagy. Kiraktam egy posztot a múltkor, mert tényleg minden második emberrel úgy kezdődnek a beszélgetéseim egyébként, és ez így van, bármennyire fáj, föl kell vállalni, hogy régen hogy utáltalak, de ma. Tehát, hogy hál' Istennek általában pozitív a véges. Megkérdeztem a Facebookon a rajongókat, hogy ti is így voltatok vele? Jött az egyik válasz, hogy egy fiatal valaki volt, hogy én régen abban voltam, én úgy nőttem föl, hogy a szüleim nem bírtak, így én abban a hitben nőttem föl, hogy téged nem kell bírni. Ja, hogy ez egy átlagosan elfogadott vélemény. Hogy ez így családi indítatás. Finoman átnőtt rajta, de jött a kompaktabb válasz is, hogy engem egyszerűen csak nem érdekelsz. Úgyhogy névnapomra azért azt gondolom, hogy meglettem tisztelve, de nem a félre sikerült névnapi köszöntésem az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot.
Nagyon kevésszer vagyok meggyőződve róla, hogy jót hozok, de ez most egész biztosan jó. Tehát, hogy most majd ezt eldönti, jó? Csak mondom. Hagyjuk az ítéletre, hogy az egyes, igen, tudom, és a hármasat, tehát fordítva van. Ha már magyarázkodással kezded, de így rossz. Na, a belvárosban volt ügyem, intézkedni kellett, és leparkoltam benne az Andrásin. Jöttem, mentem, szépen elindítottam a dolgaimat, visszapattantam az autóba, és elindultam gyanútlanul, és arra azon kaptam magam, hogy gyakorlatilag kettő nightclubnak, egy cipőboltnak, egy felvásárolnám az autóját, meg négy szélvédőjavításnak a fityegő, és szemete volt betűrkészve az ablakmosó, vagy a szélvédő, minek hívják ezt? Ablaktörlő lapát. Ablaktörlő lapát, meg az üveg közé. És ekkor jöttem rá, hogy a világ legidiótább reklámozása. Én még életemben egyetlen egyet el nem olvastam, az anyját szidom annak, aki kirakta, annak is, aki reklámoz. Nem akarok belekötni, csak akkor honnan tudod, hogy mi volt rajta, ha nem olvastad? Mert ezt most megnézte, ja, hogy el tudjam nektek mondani, hogyan vélekedünk a dologról. Tehát, hogy elindulsz, hogy oda be van patintva. Elolvasni nem tudod, ablakot törölni nem tudsz tőle, ugye ott fog neked fityegni, idegesítő. Hogyha úgy vagy vele, hogy most csak az... Popsira kemény. Na, picit. Abszolút, és ráadásul úgy is van a dolog, jó, ha tudod, hogy nem nyúlhat hozzá az autódhoz a szórólapos, tehát ő jogsértést követel, amikor bedugja azért mert meg kell emelni a szélvédőt. Tényleg. Vagy nem szélvédőt, mi ez a lapátot. El kell tolni, és akkor a parkolőr, aki megbüntet, szintén nem nyúlhat hozzá? Szerintem azt hiszem, hogy ő sem nyúlhat hozzá. Szerintem sőt, a havas nem takaríthatja le, és nem nézheti meg, hogy van-e neked. Így van. Bedobva cetli. Így van, tehát ha legközelebb látsz egy ilyet, akkor nyugodtan inzultáld, ahogy szoktad az embereket általában. Énekeljek neki? Mondjuk igen. Egyébként én sem olvasom el. Tegye a szívére a kezét, most minden egyes autós életedbe vettél-e már be úgy ilyen cetlit az ablakról, hogy kicsim, hát ezt egyszer kipróbáljuk. Tehát elolvastad figyelmesen, és azt mondtad, hogy ez az akció végre nekünk van kitalálva, bogaram, tedd el jól, el ne veszítsük ezt a cetlit. Legtöbbször azért nem, mert a legtöbb ilyen hirdető az autó szélvédő javítás. Nem tudom, azt figyeltétek meg, hiszen nem nézitek őket. A legtöbbször a szélvédő javító hirdet így. Na most általában nincs berepedve a szélvédő, tehát ezt a vackot összegyűröd és kidobod a kukába. Amikor berepett a szélvédő, akkor pedig már nem emlékszel vagy rá. A felvásárolnám az autóját, cetli. Ugye az is az a másik, ami... Az még mindig megy? Felvásárolnám készpénze. Autóját, készpénze. Ez még megy? Megy. Igen, mert nagyon sokat kaptam, de akkor egy kis polszkim volt. Ja, ezt már nem merik kifizetni, tudod? Ezt a hát ez egy bizonyos autótípusra teszi, egy bizonyos árkategóriában. Ugye készpénz x millió alatt fölött, nagyon olcsóra nem, nagyon drágára nem, de hogy ezt még mindig csinálják, hogy készpénzes kis papírocska, felvásárolnám autóját KP-ért. Ez finom, nem? Ez finom, igen. Én nem nagyon olvasom el ezeket, nem is nagyon szeretem, mert van igazság, hogy ez bosszant. Jani, de nagyon simogatja. Sokan csinálják egyébként. Jani, gondolom, ti elolvassátok, ti megnézitek, nem? Nem, én csak bekötegelem. Bekötegelem és megy a szelektívbe, tényleg. Nem, mert azért ne felejtsük el, hogy Jani az bizonyos értelemben nagyon erős célcsoport, mert ugye azért vannak olyan jellegű fotós hirdetések, ugye? Tehát azért általában egy-két nightclubos valamilyen... Ja, hát ott kivágom az illusztrációt, és egy katalógusba beragasztam a többi. Lefotózod a szemeddel. Igen. Na, de hogy ez valami olyan, amit egészen biztosan úgy fogadsz, hogy anyátokat már ezzel, nem? Tehát, hogy ez, ha valami, akkor ez tényleg olyan, amit el se olvasol, utálod, aki odarakta, aki reklámoz, hozzányúl a kocsithoz. Nem tudsz... Tudod, én biztos én vagyok a hülye, de ha én hátulról jövök az autóhoz, már csak akkor veszem észre, amikor beszálltam. Én rendszeresen indulás után veszem, viszont elkezd fritjénk. Nyomsz egy ablaktörlőt? Mindenki rápróbál egy nedvessel. Egy nedvessel egyszer rápróbálsz, aljas módon, igen. És aztán jön a következő, letiked az ablakot, és akkor megvárod, hogy arra jön az ablak. És hogy arra jön az ablak, akkor kinyúlsz, és megpróbálod levenni. Ha kicsit lelkiismeretes vagy, ugye, az ember elér egy idő után abban az érettségi állapotban, hogy már nem csak sima ablaktörlő, hanem azért kinyúlsz, ledobod az anyósülésre, majd kidobod, és elindul a vadászat. Elsőre nem sikerül. Akkor leállítod az ablaktörlőt, törölsz megint, kinyúlsz, jobb kézzel húzod a törlőt, nálam jobb kéznél van, megpróbálod lekapni, tényleg nyomorult egy. Amikor, ha véletlen meglátom, akkor meg, és felhúzom magam rajta, mert szemetet is generál, mert soha nem teszed el. Tehát ez nem olyan, mint zsebre teszed. Tehát vagy ott meggyűrött helyben is, és azt mondta, hogy most nem keresek, akkor átlani, hogy tesó, ezt akkor te szemetelted bogara. Mert az én kocsimra szemetelt, ennyire a földre is dobhattad volna pont. Vagy most lelkiismeretesen elviszed egy kukáit, de igazi gyökérség. De mondom, a legrosszabb azt tényleg, hogy 140-nél tudatosul benned, hogy négy hirdetés ott van, és úgyhogy megmondom őszintén, hogy úriember, biztosban nem fogod, ezért is nem fogadtam az elején abba, hogy jót hozok-e, de figyelmesen várom az ítéletet, hogy
Hozzátéve, hogy névnapon van, és ugye, tehát hogy a, hogy a, ez akkor nem, egy picit, ez ott rajta. Ajándékot megkaptál, mit magyarázom? Idegesít, idegesít, de azért nem rázott a hideg, de tényleg idegesítő. Balázs, ez nem a Schindler listája, csak egy rovat. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható volt, azért ebben van idegesítési faktor. Megadható. Ez még nem a nagyon idegesítő valójában, a hármas, de nem is az egyes. Én szerintem ez egy jó ítélet. Ez egy jó ítélet. Hogyha egyszer lesz egy ilyen indokolatlan atomtámadás, azt azért meg tudom kapni, nem? Tehát, hogyha valahogy... Valahol atomvillanás látszott szad a környékén, megadom. Szörnyű támadás, indokolatlanul téves atomfelhő, dolgozott fel. Fura, kicsit mérges vagyok, nem tudom hova tenni a dolgot. Szörnyű mészárlás, nem tudom hol, és behozom, ugye akkor az. Ezt kettese tudtam hozni, Tibi. Egyesnek azért ez úrva lett volna, a hármasnak viszont nem volt hármas. Értem. Na, van még valami, vagy... Számítottál a névnapi hátszére, nem? Azt hitted, hogy azért az úgy jönni fog. Ha valamire, akkor most számítottam rá, hogy az lútbőröztök ettől a jubileumtól. Félve kérdezem, hogy van-e valami kérdezni valód? Félve kérdezem. El tudunk engedni a névnapod alkalmából. Félve kérdezem, hogy névnapit szóról a pityektetés 100 km per óra esetleg nincs témád? De van! És egész véletlenül döbbenetesen jó már megint. Na. Tehát, hogy nem voltam az egyik fellépésem alkalmával egy klubban, és egy marha jót találtam. Megjelent volna, nem vagy lent a saját fellépésedem? Igen. Gondolkodtam, hogy nem megyek. Tudom, akkor a király vagyok, hogy már nélkülöm is megcsinálják. Van, amikor csak bejelentkezek Skype-on. Na, de hogy láttam egy ilyen kis ragasztmányt kint a dohányzó részen. Tehát ugye általában, amikor kimész egy ilyen diszkóból, akkor mi történik? Nem tudom, idézzük fel a szórakozó éveket, vagy régen mi történt? Hogy mész ki fel a diszkóból, és ugye kimész dohányozni, kapsz egy karszalagot, hogy vissza tudjál jönni, vagy pecsétet. Hát jó, az is. A menőbb helyeken karszalag, régen az pecsét volt. Egy jófajta ilyen fluoreszkáló pecsétet kaptál, hogy azzal vissza tudjál menni. Na, de ez most már egy kicsikét tovább gondolták. A következőt találtam most egy klubban. Ki van rakva kint az ajtóra két nagy ragasz, hogy ha 15 percnél tovább vagy kint a diszkóból, akkor 500 forintos pótdíj befizetésére köteleznek. De ki nem találnád egyébként, hogy ezt miért csinálják? Azért, mert esetleg elmész kint fogyasztani valahol, és nem bent. Jani, most csapjál bele, mert akkora király vagy, hogy nem tudom elmondani. Így van, kiszámolták. Nem ugyanis. Volt egy túl bonyolult kérdés. Azért tegyük hozzá. Most ezzel inkább ez a Tibinek szólt, nem olyan, de hogy miért nem menjél ki a diszkóra, ne egy ilyen hogy ne vegyél tejet és kenyeret, vagy tehát, hogy nagyon más alternatíva nem lehet, ne szívjál, ne így ne rúgjál be máshol. A hallgató kedvéért mondom, mert nem TV rádió, Balázs kiüvegesedett, reménytelen tekintettel nézett, mert fogalma nem volt, hogy ez miért van. Jani, megfejtettem, hogy mindkettőnkbe bele. Nem, hát azért nem rúgjál be máshol. Nem, ennyire egyszerű. Kiszámolták ugyanis, halálfrankon levezette nekem a tulaj, hogy 6 percre van onnan a talpon álló, tehát 6 perc oda, egy 3-4 perc, míg úgy megkapod az italt, meg megiszod, mire, és mire visszaérnél rohanva, kb. Nem tudsz visszaérni. Hova tehát, meg én kihajtam az autóba. Kifeledettem a telefonomat. De az 500. 500 forint, egy ilyen kis bánat. Esik. Egy kis bánat pénz, ha talpon állóban mész egy kicsit olcsóbb töményezni. Tehát, hogy szerintem nem rossz. Egyébként jó az ötlet. Figyeljetek, az megvan, még régen úgy csináltuk, hogy megkaptad a pecsétet, gyorsan kiszaladtál vele, azt mondtad, hogy kihagytam valamit, és át tudtad nyomni a másiknak a kezére. Ezt csinálják még? Nem, nekem volt pénzem. Igen, nekünk nem, hát és akkor mi van? Semmi, de nálam nem volt mindig borjuláb, hogy betudja minden barátomat is. De nem, pont az a, mert csak egy borjuláb. Jó, csak egy borjulábad volt. Egy borjuláb volt, amivel én bementem, pecsét megkap, kirohan, és így át. Tudtad nyomni, és az átment? Hát annyira átment, hogy ez a fluoreszkálós vacak, mert ugye maga felír. Utána, így van. Tehát annyira, hogy kicsit így a keze fluoreszkál. És akkor nálatok egy bement, és a másik 10 várta. Így is van. És akkor szépen végignyomkodtuk, és akkor így egy borjulábbal bementünk. Viszont több pénzünk maradt piára, érted? Hát egy jó biznisz. De Gorcsóval alá vettem egy picikét, hogy mik voltak ezek az intézkedések, amivel nagyon próbáltak minket sarkalni arra, hogy benn fogyasszál, meg sokat fogyasszál. Emlékeztek erre, hogy milyen reménytelen próbálkozások voltak, hogy nagyon piázzál benn, és hogy ne tudjál semmilyen ilyen kis kaput kiaknázni? Először is
Annak idén ugye a diszkokban a csapból bármit nyitottál meg, meleg víz. Csak forró. Tényleg erre emlékszem, volt, de ez még nem is annyira régen, és még ráadásul elég menő fővárosi szórakozó helyeken is forró víz jött a csapból, hogy ne tudjál inni. A legnagyobb, legnagyobb rohadékság. A tablettás időszakban volt, meg amikor egyéb szereket szedtél, mert ahhoz nem ittak alkoholt. Igen. De bevetted a izét, és ahhoz csak ásványvizet vett. Mindenki ásványvizet ivott a diszkóba, és akkor azt mondták, hogy tudod, mikor mész ki hideg vizet inni, forró víz van, vedd meg az ásványvizet, 800. Igen. A kettő igen, nagy rohadékság. Ugye, a 3000-es, 5000-es belépővel. Bármelyik oldalát nyitottad meg, volt olyan, hogy nyitogattad ilyen reménytelenül, és csak a forró víz jött, ugye, és ugye te bementél, én mondjuk semmivel ilyen dologgal nem éltem, de mondjuk, hogyha csak annyira, hogy megmostad volna az arcodat, akkor annyit tudtál, hogy egy jó finom forró vízes, egy jó finom forró vízes arcöblítésre ott a vendége volt a helynek. De... És visszamentél, hol voltál? Szoliban? Leégett a bőr, igen. Égett arca. A másik ami nagyon kemény, ugye, az a kitiltása a kintről hozott cuccoknak. Ezt általában el tudom fogadni, de én magam személy szerint, majd te biztos tudsz erről sztorit mondani, amikor bevisznek. A borjulába. De az nálunk rendes volt, mert a negyedét a félnek ott hagytad, a másik felét be tudtad vinni. De ezt általában például el tudom fogadni, amikor nem lehet bevinni valamit, de én személyesen voltam egy pubban, már szerintem talán nincs is, vagy egész biztosan nem az a vezetés van már. Egy nagyon népszerű zenés pub volt annak idején, és a Katival voltunk, mert ott zenéltünk is, és a Lajtő Kati, az énekesnőnk elővett egy zacskó sejemcukrot a pubban, ahol nagyon szigorú volt, hogy fogyasztani kell. Előtt egy zacskó sejemcukrot, és bekapta. És zacskóstul? Ja, nem, nekem. Fura volt ez a... Igen, tényleg ez a Kati, hogy zacskóstul lett a sejemcukrot. Kati, legalább a zacskót köpt ki, légy szíves, Kati. Hát mégis csak egy elit fővárosi klub, Kati. Nem eszik meg a zacskót, meg egyszerre két szorít mondasz. Nem, az... Hihetetlen. A Katival annak idején elhitették, hogy a zacskóval együtt eszi meg akkor nem hízlak. Mert úgy tovább tart. Igen, akkor tovább tart az íze. Na, de hogy... És odaállt a pincér fölé, konkrétan, vagy nem fölé, igen, elém jelölt ebbe, és igen, fölé térdelt a pincér. Elé állt a pincér, és konkrétan addig nem ment el onnan, amíg a Kati ki nem dobta a sejemcukrot. Tehát az egész zacskó sejemcukrot kidobotta vele, hogy mondta, hogy menjen el. Tehát, hogy olyan szintig vitték ezt a nem lehet behozni élelmiszert, hogy konkrétan az zacskó sejemcukrot kidobatták a Lajtékatival ebben a pápban. Na, ez beteg. Mi is egy picikét így gondolkodtunk, hogy ti még milyen ilyennel találkoztak? Hogy találkoztak egyáltalán? Tehát a vendéglátás nagy gurúja vagy. Az vagyok, de hogy nálunk nem szoktak szendvicset behozni az emberek, tehát ehető az étel, tudod? Tehát... Miért zavarja az éttermeket, hogy mondjuk nekem van egy fél literes ásványvízes palacka kezemben, és akkor azzal beülök. Mert mondjuk elfelejtem. Te szoktak szólni érte? Van, ahol szólnak, de én nem azért viszem be, hogy elfelejtem, és akkor mindig nagy elnézések közepette elrakom, és hogy látom rajtuk, hogy egyébként el is várják, nem nagyon szeretik, hogy azt... abból él, amit elad, tudod, és akkor te mondjuk nem fogsz inni semmit, mert innivalód van, akkor ott már van hogy egy kis kép. Igen. Aha, mert hogy ő azért dolgozik, azért fizeti a rezsijét, a munkatársait, azért takarítja az asztalt. És olyat viszek be, amik nincs nálam, hogy málnásvatta cukrot. Tényleg, vagy mondjuk olyan konyakész rizst. Tök jó. Egy tájéjét csinálok egy pátájtot magamnak, akkor a rizottótokat nem szeretem, hogy azt hoztam magammal. És hoztam két fasírozottat és egy uborkás zsemlét. De tök jó, itt minden szeretek itt lenni. Csak egy asztalt kérnék, hogy megterítsek magamnak. Csak is kezdjél, ha nálam már is terek van. Én már ilyen reflexzerűen tüntettem el az üveget, például cukiba besétáltam múltkor Benivel, és bevittem egy félter, és akkor nagy elnézés a közepette tettük el a Viki táskába, mondta pincér, hogy hagyjuk, nem érdekes, csak ígyuk meg gyorsan, mert hogy a tulaj egyébként szól. De nyilván ezért. De papírzacskóból nem isztok piát. Ritkán. De volt egy ilyen hely, nem hülyeség, mint a Balázs mond, megdöbbentő módon, hogy bementem valahova, és vittem magammal egy ilyen kanalas fagyit, egy gyors étterembe vettem egy csoki fagyit. És mondták, hogy nem lehet bevinni, mert ugye ezzel rontam ezért. De mondom, de ti nem árultok fagyit, cseszétek meg. Tehát, hogy ezt én most én ezt a moziknál tudom nagyon rühelni. Nem árultok fagyit, hát beviszem meg, ezt azt majd eszek, amit ti árultok. Nem vagy jó reklám az újonnan érkezőknek, hogy valaki ül egy étteremben, ahol lehet kapni kajákat, és ott ül a Kassa Tibi, már nem te, ott ül egy bár... Fél grill csirkével. Érted? Tökéletesen igaz, van az egy decis poharas fagyi, az a fél grill csirkének a szinonimája. Hát ha egy decis poharat megengedem, akkor nem engedem. Tehát, hogy ez a következetesség elvenye, vagy ha téged megengedlek egy pohárral, akkor nem bántana a pohár fagyit, csak ha őt megengedem, akkor őt is meg kell. Tehát, hogy nem a pohár fagyival van a baj. De ez például mozinál, nem értem. De mozinál, megveszem a 3000 forintos mozijegyet, veszek még egy popcorn, meg egy üdítőt, lazán ketten ott hagysz mondjuk 5000 forintot, de csúnyán néznek rád, ha beviszel egy sajtburgert, beviszel egy szendvicset, a táskába be kell csempészni, az még a legnagyobb. Te magad adtad meg a választ, 3000-ért mentél moziba,
5000 lett popcornnal, meg kukoricával. De azt mondom, hogy már elköltök 5000-et. És ott van a kezemben a múltkor, például volt valami a kezünkben, de volt még plusz egy Mekis szatyor, vagy egy Burger King. És szólt, hogy azt ne vigyük be. De aha, ember, hát 6000 forintot hagyunk itt egyébként ketten, és becsületesek voltunk, mert még vettünk nálatok aha is valami. De miért zavar azt titeket? Hmm. És mondta, hogy nem, az a policy a moziba, hogy te plusz dolgot máshonnan egyébként nem vihetsz be, olyannyira, hogy egy műanyag poharas kávét is elvetettek. Ne tehát moziba egy kicsit azért az mész azért, hogy jól érezd magad, nem? Tehát hát kicsit. Most miért fáj az neki, hogy a feléjékbe mennek két fedeles kosárral, és mi úgy is járunk. A padlószőnyeget, hát 78-ban, mikor utoljára voltunk moziba, anyámmal leterítettük a vetítővászonja elé a pokrócot. És a gyerekek mondják a fiam, apa, nagyon ilyes, hogy már meg, amíg bejutunk, aztán kicsomagoljuk a szendvicset. Csavard már le a lámpát, mert nem látnak mögött. Hát a filmet mi nem is nézzük. A bodza szörpöt hoztad? Már a szörp, itt van a csatos üvegben. Soma, várd meg, amíg sötét lesz, aztán kezdünk el enni. Ja, verem a habot, verem a habot, mindjárt kész. De nála nem kapható kávé a moziban. Így van. Az igaz. Ha, igaz. Ha ő adna tényleg egy jó minőségű kapucsint, ami berak nekem műanyag pohárban, nem viszem be. De ha nála nem kapható, miért zavarja a mozit egyébként? Azt nem értem, nem volt ideológia, nem tudták megmagyarázni. Tényleg nem értem. A kis fagyid egy nagyon szép kis megoldás jött. Kassa Tibi koncerten áll valaki az első sorban, és fülhallgatón keresztül mondjuk, nem tudom, szkútert hallgat, és így néz téged. Ez tök ugyanaz. Tehát szájba vágom, úgyhogy leesik a fel. Na, én el más gondolok erről, mert hogyha ő szkúter rajongó, akkor ne jöjjön el a koncertemre. Tehát, hogy ha te Meki rajongó vagy, ne gyere be az étterbe. De nem vagyok Meki rajongó, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogyha mondjuk, ha én azt gondolom, hogy nyilván megvannak ebben is a jó arányok, de forró vízen ne kelljen már arcot mostom azért, mert néhányan, nem tudom, ott szlopálják a vizet, meg nem tudom, tehát hogy megvannak azért ezek a finom ilyen piacok. Illetve én azt mondom, hogy ha bementem a diszkóba, akkor én értem, hogy jó óta, hogyha van fogyasztás, ne terrorizáljál már, érted azzal, hogy most 15 perc után nekem újra belépőt kell vegyek. Divatú szó az, hogy diszkó, nem? Azt már így kimondod, ezt már nem mondják. Diszkó klub. De ne, ne, ne. Ezt már nem mondod, de hogy diszkó. Megy, hova mentek este diszkó? De ez nincs. Van egy modernebb most erre, a Dizsi. Ezt használják? Nem de, tudom. A Dizsi. Ugye? Hogy az egész diszkó, a Dizsi. Kezd egy kicsit. Hogy hívják most? Hova mennek a fiatalok? Nem tudom. Nyilván van erre már slang, vagy bármi. Nem hiszem, hogy diszkó. Elég sokat mozgok tini körökben. Mit mondanám? Egyébként nincsen ilyen a helynek a nevét mondják. Tehát igen, nincsen gyűjtőnév, hanem lemegyünk. És inkább azt rövidítgetik. Tehát szerintem a népszerű szórakozó helyeknek a nevét rövidítgetik, és azt lengesítik, de melyen gyűjtőnév, hogy elmegy anya, elmentünk diszkóba, ilyen nincs. Azt tudom ezt a gyűjtőnevet, mert ugye ízét a rövidítés, mert nálunk aranykalász eszpresszó volt, és csak úgy hívtuk, hogy a toklász diszkó. Ez toklász. Mindig a hidegrázon, amikor ezt elmesélem. Nagyon jó hely volt. Hát persze, hát a Lacházi Elvis diszkó, meg ezek nevét szeret az életekben, én is megfordultam. Itt ott Lacházán az Elvis diszkó. Tudtuk, hogy ki az az Elvis? Nem. Mekkora? A Kiskulacházi Elvis diszkó. Hát azt mindenki ismerte. A könnyeimmel küzdök, mert eljött a búcsú ideje, és meg vagyok hatódva. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az ajánlékot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Összepakoljuk neked, jó? Tessék. Nem gondoltam volna, de nagyon jól esett. Nagyon szépen köszönöm, fiú. Nagyon. És félve hát, kérdezem, ugye, hogy a rengeteg jó ér, ugye a szemetelés, a szélvédőreklám, a szomszédom, a fogyasztóvédelem érdemele egy tapsot és egy csikolyt. Így van. Nem tudom nem megnyomni ezt a gombot. Egyszerűen nem tudom nem megnyomni. 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Tibinek köszönjük szépen, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Negyed 10 múlt, pontosan egy perc. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon. Azt mondja, hogy igen. Kitöltöttünk korán reggel egy filmes tesztet, csak megnéztük azt, hogy Feri egy filmes teszt alapján mennyi idős, hogy hány éves, mert... És azt gondoltátok, azt, igen, azt, de nem. Egészen meglepő volt, azt mondta ez a filmes teszt, hogy ha ezt kitöltöd, akkor nagyjából a teszt alapján a teszt megmondja, hogy te hány éves vagy. Filmes kérdésekre kell válaszolni, és hát tudjuk, hogy közülünk Feri a filmes világban mozgó, a filmes folyóiratokat átlapozó, olvasó. Minden tud a mozgókép hőskor. A Titanic Filmfesztivál arca tulajdonképpen. Úgyhogy kitöltöttük Ferivel a tesztet, és megnéztük, hogy helyesen mérje fel a teszt, hogy Feri hány éves, érdekes eredmény született. Valamint beszélgettünk arról az esetről, ami ugye most hétvégén történt, helikopterrel emeltek be egy jacuzzit egy társasház tetejére.
és arról beszélgetünk, hogy ez milyen szép beköszönő a szomszédoknak, nem? Hogy hello fiúk, megjöttem. Jelzed, hogy ki hol van. Ennyi. Jelzed az erőviszonyokat, megérkeztél. Remélem nektek is jól megy, igen. Nekem nem rosszul. Nyilván mással nem tudták bemelni, ezért kellett a helikopter. És arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes élethelyzetek történnek, hogy milyen érdekes élethelyzeteket szül ez a dolog, amikor egyszer csak elköltözik a régi szomszéd, és megérkezik az új. Nem tudod, hogy ki lesz, nem tudod, hogy jó fej lesz, nem tudod, hogy milyen ember lesz, de tudod, hogy lehet, hogy az elkövetkező 5-10 évet mellette kell leélned. És hát kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk SMS, nekik milyen tapasztalatuk van arról, hogyha új szomszéd érkezik a környezetükbe. Érdekes, érdekes SMS-ek jöttek, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggelt, szevasztok! Ciao, hát, tudjátok, hello. Hogy én eddig is szerettem a Ferit, de igazából ma reggel éreztem, hogy mi, nem, értem, hogy miért vagyunk mi ennyire jó barátok. Hát, na, mi történt? Ugyanazokat a filmeket nézem én is, amiket látod. Az a 70-es évek. A jó kis 70-es évek, de látod, kidobtad ezt, hogy 35 várjá, éves. A 70-es években, meg a 80-as évek elején annyi jó filmet láttam, minek ezeket az élményeket elrontani mindenféle újakkal, nem igaz? Hát, a digitális világ, nem bírod fődolgozni az egészet, hát ott még nem volt ilyesmi. Jobbra, balra, meg tudtál csinálni értem. Azt, meg, az volt a filmen, nem voltál most számítógépen majd oda, ugye? Vagy ha volt is, akkor tudtad, hogy az, mert azon látszott. Igen, hát tényleg voltak jó filmek, igen, de látod, kijött, hogy 37 vagy 36, tehát hogy a szívemben fiatal. Igazából jó, jó, jó volt. Hát az meglepő volt, igen, azért a végén. Igen. Hatalmas baleset van az Árpád hídon. Budáról Pest irányába már nem lehet fölmenni a hídra. Úgyhogy, igen, köszi, Anna, elküldted. Úgyhogy aki arra megy, kerüljön, menjetek tovább, vagy menjetek akkor ott át Budakalásznál, ugye a Megyeri hídon, az Árpád hidat, a Flórián tér, harmadik kerület, mindenki kerülje. Többen elküldtétek nekünk, köszönjük szépen. Óriási baleset van, lezárták a Pestre vezető oldalt. De egyébként sorolhatnád az összes pesti utat, és mondhatnád, hogy közlekedjetek egy másik városban. Én ma már háborogtam. Én ma már háborogtam. Tehát, hogy, és tényleg, én aztán mindig kampányokkal, mert hogy tök jó, átadnak egy új utat, szépülünk, szép a város, egyes villamos, de amikor a második kerületet konkrétan 100 000 embert vágnak gajra egy Margit híddal és egy Moszkva térrel, ott 100 000 ember beszorulva, hogy na merre menjek? És a gyerek ül másfél órát, azért az valóban bosszantó. Hívjuk a nap hallgatóját, és ha mondja, hogy Morning Show övé az ajándékcsomag, ha nem, akkor nem az övé. Hogy mindig tudod, hogy mit akarok mondani. A kutya fádad. Vagy hogy még 10-kor is így vág a felének az anya. A kutya fádad, hogy lehet. Miért kell neked mindig jónak lenni? Ne haragudj. Miért nem vagy egyszer rossz? Visszafogom magam. Pakolsz? Kicsit. Hihetetlen. Az bizony. Jó reggel. Sziasztok. Hello, szia. A nem írtad alá, te se. István vagyok. Vagyok. István. Picit lehakítod, István, nagyon gerjedünk a rádióra. Gerjedünk. Oké. Most így jó? Alakul. István, hol hallgatsz minket? Most éppen Kiskunmajsán vagyok. Úton vagy. Jó, írtál nekünk SMS-t, ugye a beköltözött szomszédokról beszélgettünk, kinek hogyan keserítették meg az életét. Írtál nekünk egy szellemes SMS-t, azt írtad, nálunk is zongorát kapott a szomszéd kisfiú, 2 hét alatt lisztérzékeny lettem. Ezt írtad nekünk. És a SMS-ben szerettük az SMS-edet, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Igaz a sztori, amit írtál? Egyértelműen igen, sajnos. És azóta is ott van, tanul, növekszik és zongorázik? Na, de emiatt. Albéletben voltak. És emiatt mentetek el, hogy elég volt, nem bírjátok? Hát, az is közrejátszott. Közrejátszott. Egy zongorázó kisfiú azért az kemény tud lenni. István, van egy szép ajándékcsomagot, küldjük neked, és ha még tudod, kapcsold vissza a rádiót, hallgass meg a reklámblokkot, mert ott is találsz egy-két ajándékot, amit neked küldünk. Jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Csabi, kámere meg zené? És folytatódik a One Republic játék, úgyhogy továbbra is keressük a One Republicot, vagy dalban jelentkeznek, tehát egy One Republic dal. Kérem, ha jössik, három zenekar is.
Kérem. Mindjárt megtanulom kimondani. Vagy pedig a tagok beköszönnek és köszöntik a klassz hallgatókat. Amikor ez megvan, akkor lehet telefonálni, hogy miket lehet nyerni, azt majd mondom, de természetesen koncertbelépőket. És mindeközben olyan klassz slágereket hallgatunk, mint például a Valami van a levegőben a hallott pénztől. Az aztán. Nagyon jó. Meghallgatjuk. 555-55-00. Ez a telefonszám, itt lehet Csabitól dalt kérni. Tegyétek meg, Csabi nagyon örül neki. Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor,